Zavar engem, Daniel, mondta Béli a robot felé fordulva, hogy rab vagyok, mert a hajón utazó auróraiak félnek, netán megfertőzöm őket. Pedig ez csak babona. Megvizsgáltak és egészségesnek találtak. Nem az auróra gyávasága miatt kérjük, hogy maradj a kabinodban, Iláj kollégám. Nem? Akkor miért? Talán emlékszel még, hogy mikor először találkoztunk itt a hajón, megkérdezte tőlem, miért engem küldtek ki a fogadásodra. Azt feleltem egyrészt azért, hogy először egy ismerősöddel találkozz, másrészt pedig azért, hogy örömet szerezzenek nekem. A harmadikokat is el akartam mondani, de ziskárd akkor hozta be vetítőgépet és a könyvfilmeket, és félbeszakította a beszélgetésünket. Utána pedig a robotölésre terelődött a szó. És nem mondtad meg, mi a harmadik ok. Akkor most ki vele? Hát az, Iláj kollégám, hogy én szükség esetén meg tudlak védeni. Megvédeni? Mi ellen? Az az incidens, amelyet megegyezésünk értelmében robotölésnek nevezünk, szokatlan módon felkavarta a kedélyeket. Téged azért hívtak Aurórára, hogy segíts bebizonyítani dr. Fálsztof ártatlanságát. Az a hipervíziós dráma pedig – Szent Józafát Démiel – dühöngött Béli – az aurorán is látták azt a szemetet? Valamennyi külső világon látták, illáj kollégám. A műsor rendkívül nagy sikert aratott és fényderített különleges nyomozói tehetségedre. – Tehát könnyen lehet, hogy a robotölés mögött álló ismeretlen személy túlbecsüli az őt fenyegető veszélyt, és komoly kockázatot is hajlandó vállalni annak érdekében, hogy megakadályozza az aurórára érkezésemet, vagy eltetessen lábalól. – Dr. Falstaff – magyarázta Daniel higgadtan – meg van győződve arról, hogy senki sem áll a bűncselekmény mögött, hiszen rajta kívül egyetlen emberi lény sem vihette azt végbe. Dr. Fastov szerint merő véletlen volt az egész. Akadnak azonban olyanok is, akik tőkét akarnak kovácsolni a történetekből, és az az érdekük, hogy te ne tud bebizonyítani a doktor igazát. Ezért szorulsz védelemre. Béli fürgeléptekkel sétálni kezdett a szobában, mintha ezzel a kis torna gyakorlattal próbálná serkenteni gondolatait. Érdekes módon egyáltalában nem érezte magát veszélyben. – Déniel, összesen hány emberformájú robot van az aurórán? – kérdezte. – Mármint most, miután Jander működésképtelen lett? – Igen, most, Jander halála után. – Egy, Iláj kollégám. Béli döbbenten bámult Danielre. Hang nem jött ki a torkán, csak a szája formázta a szót. – Egy? – Tisztán szeretnék látni, Déniel, mondta végül. Te maradtál az egyetlen humanoid robot az Aurórán? Igen, Iláj kollégám, az Aurórán és az összes többi világon. Azt hittem, tudomásod van erről. Én voltam a prototípus, utánam készült el Jander. Ezt követően viszont dr. Fasztolf nem volt hajlandó több emberformájú robotot építeni, és rajta kívül senki más nem alkalmas erre a feladatra. De a két emberszerű robot egyikének a halála nem arra figyelmezteti dr. Fasztolfot, hogy a másik is veszélyben van? Téged, Déniel, nem félt? Számol ezzel a lehetőséggel, de roppant kicsi az esélye annak, hogy másodszor is bekövetkezik az amúgy is meglehetősen valószínűtlen mentális zárlat. Dr. Fasztolf nem veszi komolyan ezt a veszélyt. Sokkal jobban tart valamilyen másféle szerencsétlenségtől. Azt hiszem, ennek is szerepe volt abban, hogy engem küldött érted a földre. Így körülbelül egy hétig távol tarthat az aurórától. – És te most ugyanúgy rab vagy, mint én, ugye, Déniel? – Én csak olyan értelemben számítok rabnak, Iláj kollégám, mondta Déniel komoran, hogy nem szabad elhagynom ezt a helyiséget. – Miért? Milyen értelemben lehetnél még rab? – Az igazi rabság sohasem önkéntes. A mozgásban korlátozott személy tiltakozik a korlátozás ellen. Én viszont tökéletesen megértem, miért vagyok itt, és szerintem is szükség volt erre az óvintézkedésre. – Te talán megérted – zsőtölődött Béli – de én nem. Én valóban rab vagyok. Különben is miért lennék itt nagyobb biztonságban, mint bárhol máshol? Például azért, Iláj kollégám, mert Zsizkárt kint örködik az ajtó előtt. Elég intelligens ahhoz, hogy el tudja látni ezt a feladatot? Pontosan tudja, mit kell tennie. Masszív, erős és tudatában van megbízatása fontosságának. Vagyis felkészítették arra, hogy a pusztulást is vállalja a kettőnk biztonsága érdekében? Természetesen igen. Mint ahogy én is kész vagyok ezt vállalni, érted? Béli zavarba jött. Nincs ellenedre, hogy esetleg fel kell áldoznod magadat, értem? Így programoztak, Iláj kollégám. Felelte Déniel, és mintha ellágyult volna a hangja. De valamiért úgy érzem, pusztulásom egyébként is jelentéktelen veszteség lenne, ha megmenthetnélek. Billy nem tudott tovább uralkodni magán. Hevesen megszorította Déniel kezét. Köszönöm, Déniel kollega, de kérlek, ne engedd, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Nem szeretném, ha elpusztulnál. Szerintem az én életben maradásom nem pótolná a veszteséget. Béli maga is elámult azon, mennyire komolyan mondja ezt. Egy kicsit meg is rettent a gondolattól, hogy képes lenne kockára tenni az életét egy robotért. Nem, nem egy robotért. Déni elért. Zsiszkár előzetes jelzés nélkül lépett be, Béli már rég nem tiltakozott az eféle udvariatlanság ellen. Elvégre az őrzésére kirendelt robotnak meg kell adni a szabadságot, hogy kedvére járjon keljen a hajon. Egyébként is, Béli szemében Zsiszkár csak egy robot volt. Hiába emlegették élőlényként, és hiába hagyták el az ert a neve elől. Valahányszor Béli vakaródzott, az órát piszkálta, vagy egyéb nem szalonképes biológiai funkcióval bajlódott, úgy vette észre, hogy Zsiszkárt közönyös, kívülállóként szemléli, képtelen reagálni a történtekre, de azért mindent elraktároz az adatbankjába. Béli egyszerűen bútordarabnak tekintette Zsiszkárdot, és soha sem jött zavarba a jelenlétébe. Nem mintha a robot akár csak egyetlen egyszer is alkalmatlan pillanatban tört volna rá. Zsiszkár egy kis kockát hozott magával. Ha jól sejtem, uram, még mindig szeretné megtekinteni az aurórát a világűrből. Bélit meglepte a figyelmesség. Nem kétséges, hogy korábban Déniel észrevette, mennyire dühíti őt, hogy nem kap lehetőséget a megfigyelésre, és most így próbál segíteni. Különösen azért volt ez finom megoldás Déniel részéről, mert úgy tüntette fel az egészet, mintha az együgyű zsizkár ötlete lenne. Valószínűleg úgy gondolta, hogy ezzel megkiméli béli a hálálkodástól. Béli egyébként csak ugyan jobban dühítette az általa teljességgel szükségtelennek tartott megfigyelési tilalom, mint a szobafogság általában. Az ugrás óta eltelt két nap során egyfolytában az járt az eszében, mi mindent láthatna a megfigyelő állásból. – Köszönöm, barátom! – szólt Dénielhez fordulva. – Zsiszkár ötlete volt – szabadkozott Déniel. Persze, persze, felelte Béli halvány mosolyjal az arcem. Neki is hálás vagyok. Mit hoztál, Zsizkárd? Egy asztroszimulátort, uram. Lényegében ugyanúgy működik, mint egy háromdimenziós vevőkészülék, és összeköttetésben áll a megfigyelő helységgel. Hozzáteszem, igen? Nem lesz része túl izgalmas látványban, uram. Nem szeretném, ha csalódás érni majd igyekszem felkészülni a legrosszabb rezsiszkát. Minden esetre nem téged foglak felelőssé tenni az esetleges csalódásért. Köszönöm, uram. Most vissza kell térnem az őrhelyemre. Szükség esetén Déniel fog segíteni önnek a műszer A robot kiment a helységből, Béli pedig elégedetten fordul Dénielhöz. Azt hiszem, Zsiszkár remekül megoldotta ezt a feladatot. Lehet, hogy egyszerű modell, de jó tervezés. Ő is Fastoff műve, iláj kollégám. Ez az asztro-szimulátor zárt, önbeállító szerkezet. A fókusza az aurórára van állítva, így csak meg kell érintened oldalt a főkapcsolót. Az működésbe hozza a műszert, és többé nem kell hozzá nyúlnod. Ragaszkodsz ahhoz, hogy te kapcsolt be? Béli vállat vont. Miért ragaszkodnék hozzá, mikor te is megteheted? Ahogy óhajtod. Daniel arra az asztalra tette le a kockát, amelyiken Béli addig a könyvfilmeket nézte. – Ez itt – mutatott egy kis téglalapra – a főkapcsoló. Csak meg kell fognod két oldalról. – Így. Aztán finoman befelé nyomnod, és már be is kapcsolta a műszer. – Ugyanígy lehet kikapcsolni. Daniel megnyomta a kapcsolót. Abban a pillanatban Béli fódokolva felkiáltott. A nyomozó azt várta, hogy fény gyúl a kocka mélyén, és oda bent megjelenik a csillagmezők holografikus képe. Ehelyett egészen más történt. Béli egy pillanat alatt a világűrben, kin az űrben találta magát. Mindenfelől egyenletesen ragyogó csillagok vették körül. Csak egy pillanatig tartott az egész, aztán visszaállt az eredeti helyzet. Újra bent volt a szobában, Déniel és a kocka társaságában. Nagyon sajnálom, Iláj kollégám, mentegetődzött Déniel. Rögtön kikapcsoltam, amikor észrevettem, hogy rosszul érzed magad. Nem gondoltam, hogy nem vagy felkészülve a látványra. Akkor most készíts fel! Mi történt azelőbb? az előbb? Az asztroszimulátor közvetlen az agy központjába hat. Ennek az az eredménye, hogy a közvetített képet lehetetlen megkülönböztetni a háromdimenziós valóságtól. Még viszonylag újnak számít a műszer, és eddig csak csillagászati megfigyeléseket végeztek vele. Ilyenkor rendszerint nem jellemző a részletek nagy száma. Te is azt láttad, amit én dénjel? Igen, de csak elmosódottan, és nem éreztem annyira reálisnak, amilyennek egy emberi lény érezheti. Homályosan láttam a világűrt, de továbbra is ugyanolyan éles maradt a szoba belsejének a képe. Nem volt tudomásom arról, hogy az emberi lények ilyenkor csak a világűrt észlelik. A magamfajták agya kétség kívül finomabban van beállítva. Béli addigra már visszanyerte az önuralmát. Alapvetően az volt a baj Daniel, hogy én a világűrön kívül semmi más nem láttam, még a saját testemet sem érzékeltem. Nem láttam és nem éreztem a kezem, mintha valami testből kilépett szellem lennék, vagy Szóval így képzelem el azt, amit egy gondolkodó halott érezhet az anyagtalan túlvilágon. Most már értem, miért zaklatott fel annyira a látvány. Ami azt illeti, rendkívüli módon felzaklatott. Sajnálom, illáj kollégám, elfogom vitetni zsizkárdal ezt a berendezést. Ne vitesd el! Most már mindenre fel vagyok készülve. Hadd maradjon nálam az a kocka. Ki tudom majd kapcsolni annak ellenére, hogy nem érzékelem a saját kezemet? hozzá fog tapadni a kezedhez illáj kollégám, úgyhogy nem fogod elejteni. Dr. Fastolf, aki maga is átélte már ugyanezt, elmondta nekem, hogy amikor a műszert használó emberi lény véget akar vetni az adásnak, a kapcsoló automatikusan lenyomódik. A berendezés érzékeli az idegrendszer jelzéseit, mint ahogy a képet is közvetlenül az idegrendszernek továbbítja. Az auróraiakkal legalábbis így működik a dolog, és gondolom, hogy a föld lakók élettanilag eléggé hasonlatosak az auróraiakhoz, és náluk is így történik. Jól van, add csak ide, teszek egy próbát. Béli a lelke mélyén borzongott egy kicsit, amikor lenyomta a kapcsolót. Megint kint volt az űrben. Ezúttal már felkészült a változásra, és miután megállapította, hogy semmi sem akadályozza a légzésben, és nem érzi magát légüres térben, sikerült elhitetnie magával, hogy csak vizuális érzékcsalódás áldozata. Minden levegővételnél felhorkant. Talán így próbálta meggyőzni magát arról, hogy lélegzik, és kíváncsian tekingetett körbe. Amikor aztán rájött, hogy a saját horkantásait hallja, megszólalt. – Daniel, hallod, amit mondok? Távolinak és egy kicsit gépszerűnek hatott a hangja, de minden esetre elért hozzá. Aztán Déniet is meghallotta. Tisztán meg tudta különböztetni a kettejük hangját. Igen, hallom, felelte Déniel. És neked is hallanod kell engem, Iláj kollégám. A meggyőzőbb illúziókeltés érdekében a látás és a mozgás érzékelés le van gátolva, de a hallást nem zavarja semmi. Legalábbis nagyjából ez történik. Csak csillagokat látok, azaz csak közönséges csillagokat, pedig az aurórának van egy napja, és azt hiszem elég közel vagyunk már hozzá, Jóval fényesebben kellene látszania, mint a többi csillagnak. Csak ugyan Eli, kollégám. Éppen azért nem jelenik meg a képen, mert neked a túl erős fénytől esetleg károsodhatna a retinád. És hol az auróra bolygó? Látod az Orion csillagképet? Ö, igen. Azt akarod mondani, hogy innen ugyanolyannak látjuk a csillagképeket, amilyennek a Földről, a városi planetáriumból? majdnem ugyanolyannak, mint hogy a csillagok távolságához képest nem vagyunk messze a földtől és a naprendszertől. Az auróra napját ti Tauszetinek nevezitek, és csak 3,67 pár szekra van a földtől. Húz egy képzeletbeli vonalat a Betelgáztől az Orion övének középső csillagáig, aztán hosszabbítsd meg ugyanennyivel, és adj hozzá még egy kicsit. Ott látsz egy közepesen fényes égi testet. Az az auróra bolygó. A következő néhány napban egyre szembetűnőbb lesz, ahogy nagy sebességgel közelítünk hozzá. Béli komoran szemlélte a fényes, csillagszerű égi testet. Nem mutatott rá jól látható vibráló nyíl, és nem kanyarították fölé a nevét szép, míves betűkkel. – És hol van a nap? – érdeklődött Béli. – mint a föld napja – pontosította a kérdést. Az auróráról nézve a szűz képben kell keresni. Második fényrendű csillag. Sajnos a mi asztroszimulátorunk nincs megfelelően komputerizálva, ezért a napot nehezen tudnám megmutatni neked. Egyébként innen ugyanolyannak látszik, mint bármely más közönséges csillag. – Se baj, – mondta Béli. – Most megpróbálom kikapcsolni a műszet. Ha nem sikerül, segíts. – Sikerült. A gondolatban kiadott utasításra a berendezés rögtön kikapcsolt. Béli újra ott ült a szobában. Hunyorgott. Elszokott a szeme az erős fénytől. Csak akkor tűnt fel neki, hogy bár hosszú percekig védtelenül látszott lebegni az űrben, egyáltalán nem jelentkezett a földi külvilágban tapasztalt ériszonya. Attól a pillanattól kezdve, hogy napirendre tért saját nem léte felett, kitűnő volt a közérzete. Sokáig foglalkoztatta még ez a gondolat, hosszú időre elterelve figyelmét a könyvfilmezésről. Szabályos időközönként visszatért az asztroszimulátorhoz, és az űrhajó közvetlen közelében lévő megfigyelőpontról körülnézett a világűrben, miel a testi valójában látszólag megszűnt létezni. Néha csak egy pillanatra kapcsolta be a műszert, hogy megnyugtassa magát. Továbbra sem okoz neki kellemetlen érzetet a végtelen üresség megtapasztalása. Előfordult, hogy tekintete beleveszett a csillagmezők messzeségébe, és lustán számolgatni kezdte a fénylő pontocskákat, vagy gondolatban mértani alakzatokat formált belőlük. Szinte tobzódott az élvezetben, hiszen a földön sohasem tehetett volna ilyesmit. Ott növekvő tériszonyos szorongása hamar visszariasztotta volna a nézelődéstől. Az auróra egyre fényesebbnek látszott. Rövid idő elteltével egészen könnyen meg lehetett találni, Később össze sem lehetett téveszteni a többi fényponttal, végül pedig önkéntelenül is rátévedt a tekintet. Apró fényszilánknak indult, gyorsan növekedett, és végül már a fény változásait is lehetett látni. Amikor Bélia tudatára ébredt ennek, az égitest csak nem tökéletes félkör alakú fényfoltnak látszott. Béli kérdésére Déniel a következő felvilágosítással szolgált az aurórát nem a bolygó pálya síkjának irányából közelítjük meg, Iláj kollégám. A déli sark nagyjából a koron közepén található, már a világos részén, de a határvonal közelében. A déli földgömbön most tavasz van. Azt olvastam a minap, hogy az auróra tengeje ferde, 16 fokkal tér el a szabályostól. Erre még emlékezett, noha eléggé figyelmetlenül olvasta át a bolygó fizikai leírását, mert alig várta már, hogy elérjen az auróra lakóiról szóló részhez. Így van, Iláj kollégám. Leszállás előtt bolygó körüli pályára fogunk állni, és onnan nézve a fényváltozások igen gyorsan követik egymást. Az auróra hamarabb fordul meg a saját tengelye körül, mint a föld. Igen, egy nap 22 órából áll, Pontosan 22,3 hagyományos órából. Az aurórai napot 10 aurórai órára osszák fel, egy óra 100 aurórai percből, egy perc pedig 100 aurórai másodpercből áll. Tehát egy aurórai másodperc nagyjából 0,8 földi másodpercnek felel meg. Ezt nevezik a könyvek metrikus órának és metrikus percnek? Igen, Kezdetben nehéz volt rábírni az auróraiakat arra, hogy hagyjanak fel a megszokott időegységek használatával. Abban az időben a két rendszer, a hagyományos és a metrikus egyidejűleg volt jelen. Végül persze a metrikus diadalmaskodott. Napjainkban rendszerint elhagyjuk a pontosító jelzőt az óra, a perc és a másodperc elől, és ilyenkor mindig a decimális változat értendő. A többi külső világon is ugyanezt a rendszert vezették be, bár másutt nincs összhangban a bolygó természetes mozgásával. Persze ezeknek a bolygóknak egytől egyik saját időrendszerük is van. Ugyanolyan, mint a Földnek? Igen, Eli kollégám, de a Földön kizárólag az eredeti standard időegységeket használják. Ez zavarja ugyan a Föld és a külső világok kereskedelmi kapcsolatát, ám az űrlakók engedik, hogy a Föld a maga útját járja. De gondolom nem pusztán barátságból teszik ezt. Gyanítom, hogy hangsúlyozni akarják a föld másságát. Egyébként az év felosztásánál hogyan tudják alkalmazni a decimális rendszert? Elvégre az auróra nap körüli keringése határozza meg az évszakok váltakozását. Ezt hogyan mérik? Az auróra 373,5 aurórai nap alatt járja körül a napját, s ez 0,95 földi évnek felel meg, válaszolta Dénien. Az év felosztása nem számít központi kérdésnek. Egy hónap 30 aurórai napból áll, és 10 hónap ad ki egy metrikus évet. A metrikus év 0,8 csillagászati évnek, azaz majdnem háromnegyed földi évnek felel meg. Természetesen ez az arány minden világon más és más. Egy tíznapos időszakot tizedhónak is szokás nevezni. Valamennyi külső világ ezt a rendszert alkalmazza. De azért biztosan követni lehet valahogy az évszakok változását is. Minden világon létezik csillagászati év, de nem sokat törődnek vele. A számítógép segítségével persze könnyűszerrel meg lehet határozni az egyes napoknak a csillagászati éven belül elfoglalt helyét. Ez a többi világra is érvényes. Természetesen minden egyes robot képes erre a műveletre, Eli kollégám, és az emberek munkájának irányításánál szükség esetén figyelembe tudja venni a csillagászati évet vagy a helyi időt. A metrikus rendszer az egész emberiség számára egységes időszámítást biztosít, és a számolgatásnál jóformán csak a tizedes veszőt kell jobbra-balra tologatni. Béli zavarta, hogy az általa olvasott könyvfilmek egyike sem taglalja kielégítően ezt a témát, de hát a földi történelemből tudta, hogy valaha szülő bolygóján is holt hónap volt a naptár egyik meghatározó egysége. Aztán egyszer eljött az az idő, amikor az egyszerűség kedvéért a holt hónapot sútba vágták, és azóta sem hiányolta senki. Egy idegennek valószínűleg feltűnne, hogy a földről szóló könyvek említés sem tesznek a holt hónapról és általában a naptár történelmi változásairól, s egyetlen régi dátumhoz sem ellékelnek magyarázatot. De hát mennyi minden maradt még magyarázat nélkül? Akkor vajon mennyire bízhatja magát a könyvfilmekben nyújtott ismeretekre? Soha semmit sem szabadnak észpénznek vennie, és állandóan utána kellene kérdeznie a dolgoknak. Túl nagy a félreértés, az eltévejedés veszélye, és félő, hogy elsikkad a lényeg. Az asztroszimulátor most az aurórát mutatta, és az auróra ugyanolyannak tűnt, mint a föld. Béli ugyan sohasem látta még ilyen távolságból szülő bolygóját, látott viszont a földről készített hasonló fényképeket csillagászati témájú könyvekben. Ugyanolyan volt a felhőréteg mintázata, a sivatagok meg annyi foltja, a nappali és az éjszakai felszín, és ugyanúgy hunyorogtak az éjszakai félgömb fényei, mint a földgolyót ábrázoló felvételeken. Béli gondolataiba merülve bámulta a bolygót. Mi van akkor, ha valami oknál fogva felvitték őt az űrbe, elhitették vele, hogy az aurórára utazik, de valójában ugyanattól a rejtélyes őrült szándéktól vezérelve visszairányították a Földre? Leszállás előtt miből jöhetne rá a turpisságra? De vajon van-e oka a gyanakvásnak? Daniel gondosan felvilágosította őt arról, hogy a földről és az auróráról ugyanazok a csillagképek látszanak, hiszen szomszédos csillagok körül keringő bolygók esetében ez természetes dolog. Az űrből nagyjából azonosnak látszik a két bolygó, de mi mást várhatott volna, amikor mindkettőt emberek lakják, akik saját érdekeiket szem előtt tartva alakítják környezetüket. Van oka feltételezni, hogy ilyen körmönfond mesterkedéssel akarják megtéveszteni? Milyen cél szolgálna egy eféle összeesküvés? Ha viszont mégis be akarják csapni, érthető, hogy körültekintően az okot jól leplezve járnak el, hiszen ellenkező esetben rögtön átlátna a szitán. Lehet, hogy Déniát is beavatták egy titokba? Ha emberi lény lenne, nyilván meg sem próbálkoztak volna ezzel, de Déniel csak egy robot, Megtalálhatták a módját annak, hogy parancsaiknak engedelmeskedve az ő érdekeiket szolgálja. A válaszok egyelőre még váratnak magukra. Béli a kontinens határvonalait kémlelte, hát ha felfedezi az ismerős földi mintákat. Talán így rábukkanhat az első áruló jelre, de hiába merezgette a szemét. Tekintetével elkeseredetten pásztázta a felhők rései közül előbukkanó felszint, de földrajzi ismeretei elégtelennek bizonyultak. Igazából csak szülőbolygója föld alatti szikjeit, a célbarlangjait ismerte. A partvonal részleteit nem találta ismerősnek. A bolygó ugyanúgy lehetett az auróra, mint a föld. De vajon miért van benne ez a bizonytalanság? Amikor annak idején a szoláriára küldték, egy pillanatra sem vonta kétségbe, hogy tényleg oda fog megérkezni. Eszébe sem jutott, hogy esetleg a földre is visszavihetik. Persze akkor világosan meghatározták a feladatát, és viszonylag nagy esélye volt a sikerre. Most viszont úgy érezte, ez az esély egyelő a nullával. Akkor talán arról lehet szó, hogy vissza akart kerülni a földre, és agya azért szülte meg nehéz munkával az összeesküvés koholt vágyát, hogy egyáltalán gondolhasson vágya beteljesedésére. Azután ez a bizonytalanság külön életre kelt benne. Nem tudott szabadulni tőle. Őrültként bámulta az aurórát. Képtelen volt visszatérni kabinjának valós falai közé. És az auróra mozgott, forgott, lassan, nagyon lassan. Olyan sokáig nézte, hogy már ezt is meg tudta állapítani. Amíg csak a világűrt látta az asztroszimulátoron, minden mozdulatlannak tetszett, mint egy festett díszlet. Csöndes, mozdulatlan fénypontok sokasága, amelyekhez később egy apró félkör is csatlakozott. Talán épp a kép mozdulatlanságának köszönhette, hogy nem jelentkezett a szokásos tériszonya. Most viszont már nyilvánvaló volt, hogy az auróra mozog, és Béli rádöbbent, hogy a hajó hamarosan a felszínre ereszkedik. A felhők kinyúltak feléjük. Nem, nem is a felhők mozognak, a hajó halad spirálvonalban lefelé. A hajó mozog. Ő mozog. Ekkor döbbent rá hirtelen a saját létezésére. Ő zuhan a felhők között, a ritka levegőben, egyedül, védtelenül a szillárd felszín felé. Összeszorult a torka, alig kapott levegőt. Biztonságban vagy, győzködte magát. Körbevesznek a hajó falai, de a falakat nem érezte. De még ha nem is lennének falak, gondolta, akkor is van valami, ami körül zár, a saját bőröd de a bőrét sem érezte. Rosszabb volt ez, mint a mesztelenség. Egy magára hagyott szellem zuhant lefelé egy pőre, puszta én tudat, egy élő pontocska, egy magányos lény, egy nyitott és végtelen világban. Béli el akarta tüntetni ezt a képet, lenyomni a műszer kapcsolóját, de semmi sem történt. Idegeit annyira leterhelte a szörnyű élmény, hogy a gondolat ereje ezúttal kevésnek bizonyult az automatikus kikapcsoláshoz. Egyszerűen nem volt akarata. Nem csukódott be a szeme, és nem záródott össze az ökle. A rabu lejtette, hipnotikus transzba kergette, mozdulatlanságra kárhoztatta a rettegés. Csak a felhőket érzékelte, a fehér, vagy inkább piszkos fehér ködöket, aranyos, narancsszínű fortokat. Aztán minden elszürkült, és Béli fulladozni kezdett. Képtelen volt levegőt venni. Kétségbe esettem próbált segítséget kérni Dénieltől, de a gombóc nem mozdult a torkában. Egyetlen hangot sem tudott kiadni. Béli úgy lihegett, mintha abban a pillanatban szakította volna át a célszalagot egy hosszú távfutó verseny végén. Lejtett alatta a szoba, és a bal könyöke valami keményen nyugodott. Rájött, hogy a padlón fekszik. Zsiszkár mellette térdelt, erőszorítású hűvös robotkeze Béli jobb öklét fogta. A nyomozó Jiskard válla fölött rálátott a kabin nyitott ajtajára. Kérdezősködés nélkül is tudta, mi történt. Amikor fulladozni kezdett, Jiskard elkapta a kezét és rányomta az asztroszimulátor kapcsolójára, hogy véget vessen az előadásnak. Ha nem teszi, akkor most Dénjel is ott volt velük, arcával közel hajolt Bélihez, és szinte fájdalmas tekintettel nézte. Nem szóltál semmit, Iláj kollégám. Ha hamarabb észreveszem, hogy rosszul érzed magad, Béli egy taglejtéssel igyekezett jelezni, hogy ért mindent és semmi baj. Beszélni továbbra sem tudott. A két robot várt. Aztán, amikor Béli egy esetlen mozdulattal megpróbált felállni, rögtön a hóna alá nyúltak, és felemelték. Leültették egy székre, és Iszkár gyengéden kivette kezéből a műszer kapcsolóját. – Hamarosan leszállunk – jelentette Zsizkár. – Azt hiszem, a továbbiakban nem lesz szükség az asztroszimulátorra. – Minden esetre a legjobb lesz elvinni – tette hozzá Déniel komoran. – Várjatok – szólalt meg végre Béli. – Csak valami reket suttogás jött ki a torkán. Egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a robotok értik, mit akar mondani. Vett egy mély lélegzetet, bágyadtan megköszörült a torkát, és megismételte. – Várjatok! – Zsiszkád! A robot visszafordult. – Uram! Béri nem folytatta azonnal. A lényeg, hogy ziskár tudja, szüksége van rá. Most pihen még egy jó darabit, ki tudja meddig. Igyekezett összeszedni szétszóródott gondolatait. Tériszony ide, tériszony oda, az úti cél vonatkozásában továbbra is megmaradt a bizonytalansága. Ezzel kezdődött a baj, és könnyen lehet, hogy a félelem súlyosbította is a rohamát. Most meg kell tudnia mi az igazság. Zsizkár nem fog hazudni. Egy robot nem tud hazudni, ha csak nem kap valami roppant körültekintő utasítást. De miért is utasítanák zsiskárot ilyesmire? Hiszen déniet rendelték ki mellé, hogy legyen vele az utazás ideje alatt. Ha félre kellett vezetnie bélit, akkor mindenképpen Dénielre osztották ezt a feladatot. Zsizkárt csak hozon viszem munkára és ajtónállásra használható. Nyilvánvalóan felesleges lett volna bonyolult utasításokkal terhelni a memóriáját, csak azért, hogy belekeverjék a hazugságok szövevényes rendszerébe. Zsizkárt, szólt Béli, most már csak nem normális hangon. Uram, ugye hamarosan földet érünk? Már két óra sincs hátra a leszállásig, uram. Vagyis két metrikus óra, gondolta Béli. Több, mint két rendes óra, vagy kevesebb? Nem számít. Az átszámítgatásba csak belebonyolódna. Jobb, ha nem foglalkozik vele. Inkább elővette a legerélyesebb hangját. Mondd meg nekem most rögtön, hogy hívják azt a bolygót, amelyikre le fogunk kereskedni? Erre a kérdésre egy emberi lény csak rövid szünet után felelt volna, ha felelt volna rá egyáltalán. Akkor is jó adag meglepetéssel a hangjában. Nem így zsiszkált. Ő rögtön válaszolt, úgy, ahogy máskor, egykedvűen, érzelemmentesen. Aurórának hívják, uram. Honnan tudod? Az auróra az uti célunk. Ez a bolygó egyébként sem lehetne a föld, már csak azért sem, mert az auróra napjának, a taucetinek a tömege, a föld napja tömegének csak 90 százaléka. Ezért a tauceti valamivel kevesebb hőt sugároz ki, és a fényében jól látható naranyszínű árnyalat vegyül. Ezt az idegenek rögtön észreveszik. A felhőkön talán már ön is megfigyelte a visszaverődő napfény jellegzetes színét. A bolygó felszínén ugyanezt fogja látni, amíg hozzá nem szakik a szeme. Billy elfordította a tekintetés zsizkát kifejezéstelen arcáról. Természetesen észrevette a színbeli különbséget, de nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Hatalmasat hibázott. Elmehez, Zsiszkárd! Igen, uram! Béli keserves arccal fordult Dénielhez. <laughs> Déniel, bolondot csináltam magamból. Ha jól sejtem, arra gondoltál, hogy talán megtévesztünk, és nem az aurórára szállítunk. Voltok ott feltételezni, Iláj kollégám? Nem. Talán a tudat alatt munkáló tériszonyom idegesített, és a nyugtalanság okozta a gyanakvást. Amikor még látszólag semmi sem mozdult az űrben, nem éreztem betegnek magam, de a felszín alatt valószínűleg akkor is jelen volt már a kor, és azt tett engem nyugtalanná. Ami hibánk volt, Iláj kollégám, tudtuk, hogy nem kedveled a nyílt teret, és ennek ellenére átadtuk az asztroszimulátort, illetve, ha már egyszer átadtuk, nem figyeltünk kellőképpen. Béli bosszusan csóválta a fejét. Nem mondj ilyet, Daniel. már így is épp eléggé figyeltek rám. Kíváncsi vagyok, vajon az aurórán mennyire szigorúan őriznek majd. Szerintem, Ilái kollégám, bizonyos megkötések fogják szabályozni a szabad mozgásodat és az auróraiakkal való érintkezésedet vélekedett Déniel. Éppen ez az, amitől félek. Biztosítaniuk kell számomra, hogy szabadon gyűjthessem az információkat, mégpedig közvetlenül az érintettektől a bűncselekmény helyszínén. Máskülönben nem tudom kideríteni az igazságot ebben az ügyben. Béli ekkor már teljesen magára talált, bár egy kicsit fáradt volt még. Az intenzív élmény hatására szörnyen vágyakozott jól megtömött pipája után, s ez roppant kínosan érintette, mert azt hitte, leszokási kísérlete ezúttal nagyobb sikerre jár, mint egy évvel korábban. Szinte érezte a dohányfüst illatát az orrában, és ízét a torkában. Jó tudta, hogy be kell érnie az emlékekkel. Az aurórán semmiképpen sem fogják engedélyezni neki a dohányzást. A külső világokon nem termesztenek dohányt és ha hozott volna magával, akkor azt még a hajóra való felszállás előtt elvették, és megsemmisítették volna. Iláj kollégám, ezt leszállás után meg kell beszélned dr. Fasztolfal. Saját hatáskörömben nem dönthetek erről. Tudom, Dénia, de hogyan beszélhetnék én Fasztolfal? Valamiféle asztroszimulátoron keresztül? És akkor is egy ilyen kapcsolót fogok szorongatni a kezembe? Szó sincs róla, Iláj kollégám. Személyesen fogsz beszélni vele. A tervek szerint dr. Fasztolf a repülőtéren vár. Leszállás közben Béli hallgatódzott. Persze fogalma sem volt arról, hogy rendes körülmények között milyen zajok és zörejek lépnek fel ilyenkor. Nem ismerte a hajó működését, nem tudta hány férfi és hány nő tartózkodik a fedélzeten, mi a dolguk leszálláskor, és egyáltalában mire kell számítani kiáltozásra, dübörgésre, vagy a hajó enyhe remegésére? Nem hallott semmit. Úgy látom, ideges vagy, Iláj kollégám, mondta Déniel. Örülnék, ha mi hamarabb szólná nekem, amennyiben kellemetlenül érzed magad. Rögves segítenem kell, miest észreveszem, hogy bánt valami. Déniel alig észrevehetően megnyomta a kell szócskát. Csak az első törvénynek engedelmeskedik, gondolta Béli szórakozottan. Biztos, hogy amikor összeestem, a maga módján ugyanúgy szenvedett, mint én, amiért nem látta előre a veszélyt. A pozitron agy meg nem engedett feszültség ingadozásai, amelyekről semmit sem tudok, ugyanolyan kellemetlen érzést kelthettek, és hasonló reakciókat válthatnak ki belőle, mint én belőlem a hirtelen nyilaló éles fájdalom. Honnan is tudhatnám, mire rejtőzik egy robot álbőre és áltudat küszöbe alatt? fűzte tovább a gondolatot. Körülbelül annyit tudunk róluk, amennyi dénie az én szervezetemről. Aztán Bélire rátört a lelkiismeret furdalás, amiért barátját gondolatban robotnak titulálta. Belenézett Déniel jó indulatú szemébe. Mióta olvas ki jó indulatot azokból a szemekből? És azt válaszolta. Rögtön szólnék, Déniel kolléga, ha kellemetlen érezném magam, de semmi bajom, csak hegyezem a fülemet, hát ha meg tudok valamit a leszállás menetéről. Köszönöm, Iláj kollégám, felelte Déni komoly arccal. Finoman biccentett, aztán folytatta. A leszállás elvben nem okozhat kényelmetlenséget. A gyorsulást érzékelni fogod, de csak felületesen, mivel ez a helység bizonyos mértékig elmozdul majd a gyorsulás irányába. A hőmérséklet emelkedhet, de legfeljebb csak két Celsius fokot ami a hangjelenségeket illeti, ha a járhat, ahogy áthaladunk az egyre vastagodó atmoszférán. Zavar valamelyik kísérő jelenség? Nem hiszem. Inkább csak az zavar, hogy nem lehetek részese a leszállás élményének. Szeretnék megtudni egyet -egy mást. Nem akarom, hogy megfosszanak ettől az élménytől. Már tapasztalhattad, Iláj kollégám, hogy a temperamentumod nem alkalmas ennek az élménynek a befogadására. – De hogyan tegyem túl magamat ezen, déni? kérdezte Béli erélyesen. – Elég ok ez arra, hogy itt tartsanak? – Illáj, kollégám, elmagyaráztam már, hogy a saját személyes biztonságod érdekében őriztetnek ebben a helységben. Béli leplezetlen undorral csóválta a fejét. – Gondolkoztam ezen, és arra jutottam, hogy az egésznek semmi értelme. Annyira kicsi az esélye, hogy a sok megkötés ellenére, az ismeretlen aurórai viszonyok között a végére tudok járni ennek a bűnügynek, hogy szerintem józanul gondolkodó ember nem fárad az akadályoztatásommal. De ha meg is teszi, akkor se közvetlenül a személyemet veszi célba. Miért nem a hajó ellen követnek el valamilyen szabotás akciót Ha igazán hétpróbás az emberekkel van dolgunk, akkor nekik nem nagy ügy elintézni egy hajót az utasaival. Veled, Zsiszkárdal és velem együtt. Számoltunk ezzel a lehetőséggel, Iláj kollégám. Alaposan átvizsgáltuk a hajót. Ha szabotásra kellett volna számítanunk, felfedeztük volna a nyomát. Biztos vagy ebben? Száz százalékig biztos? Abszolút bizonyossággal nem lehet ilyesmit állítani. Zsiszkár és én minden esetre elégedettek vagyunk, mivel nagy valószínűség szerint a katasztrófa esélye minimális. És ha tévedtek? Mintha enyhén megrándult volna Déniel arca. Mintha olyas valamit kérdeztek volna most tőle, ami megzavarta a pozitron agytekervényeinek zökkenőmentes működését. De nem tévedünk. Nem jelenthetsz ki ilyesmit. Közeledik a leszállás pillanata, és biztosra veszem, hogy akkor a legnagyobb a veszély. Ilyenkor tulajdonképpen még szabotázsra sem lenne szükség. – én személy szerint most, ebben a pillanatban forgok a legnagyobb veszélyben. Ha ugyanis ki akarok lépni az aurórára, akkor nem rejtőzködhetem tovább ebben a szobában, végig kell vonulnom a hajón a többi utas között. Megtették a szükséges óvintézkedéseket a biztonságos leszállás érdekében? Béli kiszerűen viselkedett, ok nélkül szapult a déniát, csak hogy levezesse a hosszú raboskodás alatt felgyülemlett feszültséget, és elrejtse saját kifagadása miatt érzett szégyenét. Déniel viszont most is higgadtan válaszolt. Megtettük, Eli kollégám, és egyébként közben le is szálltunk. Már az auróra felszínén áll a hajó. Béli egy pillanatra elvesztette az uralmát idegei felett. Zaklatottan körülnézett, de persze nem látott semmi különlegeset, csak a szoba ismerős falait. A dén jel által leírt történésekből nem észlelt semmit. Se a gyorsulást, se a hőt, se a szél fütyülését. Vagy Déniel szándékosan hozta megint szóba a személyes biztonsága kérdését, hogy elterelje a figyelmét más, kevésbé nyugtalanító tényezőkről. De még mindig hátra van a kiszállás a hajóból, mondta Béli. Hogyan szállhatok ki anélkül, hogy támadási felületet kínáljak az esetleges ellenségnek? Dénél az egyik falhoz lépett és megérintette a burkolatot. Abban a pillanatban rés nyílt a fal közepén, és a két fal rész eltávolodott egymástól. Béli egy hosszú, henger alakú alagutat látott. Zsizkát abban a pillanatban lépett be a helység ajtaján. Uram, mi hárman a csőkiáraton távozunk. Kívülről figyelni fognak minket. A cső másik végén doktor Fastolv várja Önt. Megtettük a szükséges óvintézkedéseket, jelentette Déniel. Ne aragudjatok rám, Déniel, és Zsizkárt borús arccal lépett be a csőbe. Az óvintézkedések emlegetése mindannyiszor azt juttatta az eszébe, hogy mégiscsak veszélyben van, hogy megbízója szükségesnek tartja az óvatosságot. Béli bátornak hitte magát, de most idegen bolygóra érkezett, ahol nem fogja tudni ki a barát és ki az ellenség, és nem veszik őt körül ismerős személyek és tárgyak. Déniel természetesen kivételnek számít. És a fontos pillanatokban nem lesz körülötte melegséget és nyugalmat adó zárt tér. Beleborzongott a gondolatba. Fastolf. Dr. Han Fastolf csak ugyan várta Bélit, és még mosolygott is. Magas, karcsú férfi volt, vékony szálú, világos barna hajjal és jellegzetes fülekkel. Béli három év után is élénken emlékezett azokra a nagy, elálló fülekre, amelyek egy kicsit komikusan hatottak, de kellemes, barátságos emberré tették a doktort. Béli inkább a fülek láttán, semmint a viszontlátás felett érzett örömében mosolyodott el. Óhatatlanul is felmerült benne a kérdés, vajon miért nem tudnak az aurórai orvosok végrehajtani egy olyan apró plastikai műtétet, amely eltüntethetné ezt a szembetűnő szépséghibát. Aztán elgondolkozott, és meglepve konstatálta, hogy neki tulajdonképpen kedvére van, hogy Fasztorf ilyen füleket visel, és talán maga a doktor is így van ezzel hiszen nem lehet mindennapi az az arc, amely mosolyt fakaszt egy másik ember arcán. Fasztóv talán fontosnak tartotta, hogy első látásra elnyerje mások rokon vagy éppenséggel ez vált hasznára, hogy alábecsülik, vagy az, hogy egyszerűen csak másnak tartják. Iláj Béli nyomozó, jól emlékszem önre, bár a nevéről mindig az a színész jut az eszembe, aki a szerepét alakította. Ezek voltak Fasztóv köszöntő szavai. Béli keserves képet vágva válaszolt. Az a hipervíziós dráma örök életemre elkísér, dr. Fasztov. Ha megtudnám, hogy van egy hely, ahova elszökhetem előle. Nincs egy ilyen hely, felelte Fasztov derüsen. Legalábbis nem tudok róla. Úgyhogy amennyiben nem akar hallani arról a műsorról, mostantól mellőzzük a témát a beszélgetéseink során. Soha többet nem teszek említést róla. Rendben? Köszönöm, Béli előre megfontolt hirtelenséggel Fasztolf felé nyújtotta a kezét. Fasztolf érezhetően tétovázott, aztán egy pillanatra óvatosan megszorította Béli kezét. – Gondolom, nem egy két lábon járó vírusgyűjteménnyel van dolgom, Mr. Béli. Aztán a kezére pillantott és bánatosan hozzátette. – Be kell vallanom, a kezemet bekenték egy kellemetlen tapintású krémmel. – Jelen pillanatban én testesítem meg az ön számára az aurórai társadalom irracionális félelmeit. Béli vállat volt. Én is tele vagyok szorongással. Például nem kedvelek a külvilágban, mint a szabadban tartózkodni. És ami azt illeti, nem szolgált örömömre, hogy az adott körülmények között az aurórára kell jönnöm. Teljességgel megértem önt, Mr. Béli. Zárt autóban fogunk utazni, és a birtokomon is mindent megteszünk azért, hogy ne kelljen kimennie a szabad levegőre. Köszönöm, de azt hiszem, aurórai tartózkodásom alatt időnként kénytelen kelletlen ki kell majd ruccannom a külvilágba. Amennyire lehet, erre is felkészültem. Természetesen. Minden esetre igyekszünk, hogy ilyesmire csak végszükség esetén kerüljön sor. Most érje be kérem a zárt környezettel. Az autó az alagút árnyékában várakozott. Béli örömmel nyugtázta, hogy az odáig vezető néhány lépésnyi úton aligha kell tartania a külvilágtól. Tudta, hogy Dénjel és Zsiszkár ott van a nyomában. A robotok külsőleg nem hasonlítanak ugyan egymáshoz, de most mindketten ugyanolyan komolyan, ugyanolyan végtelen nyugalommal várakoztak. Fasztolf kinyitotta az autó hátsó ajtaját és betessékelte Bélit. A nyomozó beszállt. Daniel gyorsan, kecsesen beugrott mögé, Csiszkár pedig egy precízen koreografált táncmozdulattal a túloldalon foglalt helyet. Béli szabályosan bejékelődött kettőjük közé, de nem sérelmezte ezt a kényelmetlenséget, inkább örült annak, hogy jobbról balról egy-egy vaskos robottest választja el a külvilágtól. De a külvilágnak nyoma sem volt. Aztól veszált az első ülésre, becsukódtak az ajtók, az ablakok elsötétettek, és lágy, mesterséges fény árasztott el a belső teret. Általában nem így szoktam közlekedni, Mr. Béli, de nekem nem jelent ez különösebb kellemetlenséget, ön pedig valószínűleg kényelmesebbnek találja. Egyébként az autó teljesen komputerizált, ismeri az utat, és mindenféle akadályra és vészhelyzetre felkészült. Nekünk egy pillanatra sem kell beavatkoznunk. Béli alig érzékelte a gyorsulást és az autó mozgását. Biztonságos útvonalon haladunk, Mr. Béli, mondta Fasztolf. Meglehetősen nagy erőfeszítéseket tettem annak érdekében, hogy minél kevesebben tudják meg, hogy ön ebben az autóban utazik. Kívülről természetesen senki sem láthatja meg. Az út nem tart sokább. Egyébként az autót gázsugár hajtja és emeli a magasba, így tulajdonképpen repülő útról kellene beszélnünk. De ha gondolja, megragadhatja az alkalmat a pihenésre. Most teljes biztonságban van. Ön úgy beszél, felelte Béli, mintha egyébként veszélyben lennék. Most kivételesen biztonságban vagyok, ahogyan biztonságban voltam akkor is, amikor fogva tartottak a hajón. Körülnézett a szűk, zárt térben, és úgy látta, csak ugyan elegendő védelmet nyújt a fémkeret, a sötét üveg, no meg persze a két robot masszív fémszerkezete. szerkezete. Fasztor felnevetett. Tudom, hogy túlzásokba esem, de az aurórán mostanság magasra csaptak az indulatok. Ön válság időszakban érkezett hozzánk, és én inkább vállalom, hogy a túlzásaim miatt hülyének néznek, mint hogy vállaljam az ellenkező véglet kockázatát. Gondolom, ön is tudja, Doktor Fasztolf, hogy a küldetésem esetleges kudarca a földre nézve súlyos következményekkel járhat. Tisztában vagyok ezzel. Higgy el, én legalább annyira akarom a sikert, mint ön. Elhiszem. Hozzáteszem még, hogy a kudarcot vallok, elveszíteném a földön személyes és szakmai hitelemet egyaránt. Fasztolf hátrafordult az ülésen és döbbenten nézett Bélire. Csak ugyan, pedig senki sem garantálhatja a sikert. Béli vállat vont. Tudom, de így van. Nyilvánvalóan én leszek a kétségbe esett földi kormányzat szidalmainak a céltáblája. Erre nem gondoltam, amikor felkértem Mr. Béli. Biztosíthatom, hogy megteszek mindent, ami tőlem telik. Bárhogy őszinte legyek. Fasztolf elfordította a fejét. A vereségünk esetén igencsak korlátozottak a lehetőségeim. Tudom, felelte Béli keserűen. Hátradőlt a puha, kárpitos ülésen, és lehunyta a szemét. Az autó finoman ringatta, de ő nem aludt el. Éppen ellenkezőleg. Fokozottan járt az agya. Azon gondolkodott, mire mehet azzal a csekélyke segítséggel. Béli a másik végállomáson sem érezte a külvilág közelségét. Egy föld alatti garázsban szállt ki a járműből, és onnan kis lift vitte fel, mint később kiderült, a földszintre. Ott egy napfényes szobába kísérték. Enyhén megborzongott a napsugarak láttán. Tényleg volt benne valami narancsos árnyalat? Fasztóf észrevette Béli idegenkedését. Az ablakokat nem lehet átláthatatlanná tenni, de ha akarja, megoldom az elsötétítést. Tulajdonképpen gondolnom kellett volna rá. Felesleges, válaszolta Béli mogorvan. Majd háttal ülök az ablaknak. Aklimatizálódnom kell. Ahogy gondolja, minden esetre rögtön szóljon, ha kényelmetlenül érzi magát, Mr. Béli. Az aurórának ezen a vidékén most késő délelőtt van. Nem tudom, a hajón hogyan mérte az időt. Ha már hosszú ideje ébren van és pihenni szeretne, van rá lehetőség, hogy kialudja magát. Ha éber, de nem éhes, nem kell lennie. Ha viszont kedve van hozzá, rövidesen együtt ebédelhetünk. Az én napi rendembe is kitűnően illeszkedne most egy ebéd, Nagyszerű. Emlékeztetni szeretném Önt arra, hogy a mi napjaink 7%-kal rövidebbek, mint a földi napok. Ez elvileg nem okozhat Önnek különösebb bioritmikus problémákat, de ha mégis zavarja, mi próbálunk meg majd alkalmazkodni Önhöz. Köszönöm. És végül, nem tudom pontosan, melyek a kedvenc ételei. Megeszem mindent, amit elém tesznek. Ennek ellenére nem fogok megsértődni, ha valamelyik ételünket nem találja túlságosan izletesnek. Köszönöm. És nem zavarja, ha déniel és Giscard is velünk tart? Béli halványan elmosolyodott. Ők is enni fognak? Fasztov mosoly nélkül komoly arcol válaszolt. Nem, de szeretném, ha mindig ön mellett lennének. Veszély fenyeget? Még itt is. Semmiben sincs tökéletes bizodalma. Még itt is számolni kell a veszéllyel. Ekkor belépett a szobába egy robot. Uram, az ebéd tálalva van, jelentette. Fasztov bólintott. Jól van, Faber, hamarosan asztalhoz ülünk. Hány robotja van, dr. Fasztov? Érdeklődött Béli. Elég sok. Nem értük még el a szoláriai szintet, ahol egy emberre tízezer robot jut, de nekem több robotom van, mint az egy emberre jutó aurórai átlag. Pontosan 57. Nagy ez a ház, és irodának, meg műhelynek is használom. Ezen kívül a feleségemnek, ha éppen van feleségem, külön szárgymal kell laknia, hogy ne zavarja őt a munkám. Ezért külön személyzetre van szüksége. Ha 57 robotja van, megértem, hogy nélkülözni tud közülük kettő. Most már nincs olyan lelkiismeret furdalásom, amiért az ön utasítására Giscard és Déniel kísér az aurórára. Biztosíthatom, Mr. Béli, hogy tudatosan választottam ki őket. Zsizkárd az udvarmesterem és a jobb kezem. Megszakítás nélkül szolgál, mióta felnőtt korba léptem. Mégis őt küldt el, értem. Ez megtisztelő, mondta Béli. Ebből is láthatja, mennyire fontos az ön személye, Mr. Béli. Zsizkárd a legmegbízhatóbb robotom. Erős és masszív. Béli szeme Dénielre tévedt, mire Fasztal rögtön folytatta a mondatot. Déniel barátomat nem is számítottam bele a statisztikába. Ő nem a szolgám, hanem olyan művem, akire gyenge pillanataimban rendkívül büszke vagyok. Osztályában ő az első. Megépítője és modellje az a Doktor Roy Nemennu Szárton volt, akit Fasztov tapintatosan elhallgatott. Értem, vetette közbe Béli, és gyorsan bólintott. Nem akarta, hogy a doktor befejezze a mondatot, mert most jött volna az, hogy Szártont a földön gyilkolták meg. Szóval a szerelési munkákat Szárton vezette, folytatta Fasztóf, de Déniel az én elméleti számításaim alapján készült el. A doktor rámosolygott Dénielre, mire a robot elismerően biccentett. Jander is az öné volt, mondta Béli. Igen, Fasztóf megcsóválta a fejét és lesütötte a szemét. Talán ugyanúgy magamnál kellett volna tartanom őt is, mint De ő a második ember emberformájú robotom volt, és nem jelentett nekem annyit, mint az első. Dénjel az első szülött. Őt úgy szólván külön kategóriába sorolom. És nem szerkeszt újabb humanoid robotokat? Soha többi. De jöjjön, mondta Fasztof, és összedörzsölte a két kezét. Vár az ebéd. Nem hiszem, Mr. Béli, hogy a földön a lakosság hozzá van szokva a úgynevezett természetes élelmiszereinkhez. Ma ráksalátát fogunk ebédelni kenyérrel és sajtal. Ihat tejet, vagy választhat a különböző gyümölcsleveink közül. Ilyen egyszerű az egész. De szertnek fagylatot kapunk. Csupa hagyományos földi étel, mondta Béli, amelyek eredeti formájukban már csak az ősi irodalmi művekben lelhetők föl. Egyik sem számít minden napi fogásnak itt az aurórán, de gondoltam, nincs értelme annak, hogy helyi ínyentségekkel és fűszerekkel kínáljam. Beletelne egy kis időbe, amíg megszokja őket. Fasztól felállt. Kérem, jöjjön velem, Mr. Béli. Csak ketten leszünk. Ígérem, nem fogunk ünnepélyesen áldogálni az asztalnál, és mellőzünk mindenféle formaságot. Köszönöm, hálálkodott Béli. Értékelem a kedvességét. A hajó út unalmát elűzendő, eléggé intenzíven beleástam magam az auróráról szóló szemléltető anyagokba, és tudom, hogy ünnepélyes alkalmakra az etiket jó néhány étkezési szertartást ír elő, amelyektől kifejezetten rettegek. Nem kell rettegnie. Háj, hey, doktor Fasztov, lehetnénk esetleg olyannyira kötetlenek, hogy ebéd közben a munkáról beszélgetünk? Egy percet sem szabadna feleslegesen elvesztegetnem. Jó ötlet, helyeselt fásztol. A munkájáról fogunk beszélgetni, és gondolom, megbízhatok önben, hogy senkinek sem szól majd erről a botlásomról. Nem szeretném, ha kinéznének az illemtudó társaságból. Felnevetett. Bár most nem kellene nevetnem. Ezen nincs mit nevetni. Ha most elvesztegetjük az időnket, abból nem csak kellemetlenségeim származhatnak. Az könnyen végzetes következményekkel járhat. Bélinek egy vendégszobát bocsátottak rendelkezésére. A berendezés néhány szék, egy fiókos szekrény és egy zongoraszerű hangszer, amelyen billentyűk helyett sárga és szerepek égtelenkedtek, a falakat díszítő absztrakt képek, mintha remektek volna a fényben. A sima felületű különféle barna árnyalatú kockákkal mintázott padló a tervező szándéka szerint talán faberakásra emlékeztetett, és bár frissen fényezetnek látszott, egyáltalán nem volt csúszós. Az ebédlőt ugyanilyen padló borította, de ez volt az egyetlen hasonlóság a két helyiség között. A hosszú négyszögletes termet kifejezetten túldíszítették. Elhelyeztek benne hat nagy, négyzet alakú asztalt, ezek láthatóan tetszés szerint összeszerelhető elemes bútorok voltak. Az egyik rövidebb fal mentén bárpult állt csillogó színes üvegekkel. Mögötte egy görbetükör, amely szinte végtelenül hosszúnak mutatta a termet. A bárpulttal szemközt a másik oldalon négy falműjedést alakítottak ki, melyek mindegyikében egy-egy robot várakozott. A két hosszabb falat művészi mozaik berakás vette, a képek színe lassan változott. Az egyik egy lakott bolygó felszínt ábrázolt, de Béli nem tudta megállapítani, az auróra vagy egy másik létező égi test volt-e a modell. Azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy csak az alkotó képzeletében létezett az a világ. A kép egyik oldalán búzaföld vagy valami hasonló terülte, tel is tele bonyolult, egytől egyik robotok által vezérelt mezőgazdasági képekkel. Távolabb elszórtan emberlakta épületek is látszottak, amelyek a fal másik végében várossá sűrűsödtek. Legalábbis Béli ilyennek képzelte el egy aurórai várost. A másik hosszú falat csillagászati könyvbe illő ábra díszítette. Egy távoli nap kék-fehér bolygót világított meg, és a bolygót mintázó mozaikok úgy verték vissza a fényt, hogy egészen közelről nézve is az volt az ember érzése, hogy az égitest forog. A környező csillagok, némelyek halványabbak, mások fényesebbek, ránézésre ugyancsak változtatták a helyüket, de mozdulatlannak tűntek annak a szemében, aki húzamosabb ideig egyikre vagy másikra szegezte a tekintetét. Béli zavarónak és visszataszítónak találta az egészet. – Szép munka! – jegyezte meg Fasztov, Csak kicsit túl drága volt. Nem éri meg az árát, de hát fanya ragaszkodott hozzá. Fanya a jelenlegi élettársam. Ő is velünk tart most, dr. Fasztolf? Nem, Mr. Béli, mint már említettem, csak ketten leszünk. Megkértem Fanyát, hogy erre az időre vonuljon vissza a lakosztályába. Nem akarom belekeverni őt ebbe az ügybe. Ugye megérti? Természetesen. Jöjjön, foglaljon helyet. Leültek az egyetlen terített asztalhoz. Béli a tálak, csészék és míves evőeszközök némelyikét szokatlannak találta. Az asztal közepén egy magas, felül elkeskenyedő henger állt, leginkább egy szürke kőből készült sakk figurára emlékeztetett. Béli nem tudott ellenállni a kísértésnek, és megérintette az ujjával. Fasztolf elmosolyodott. Fűszer tartó, magyarázta. Egészen egyszerűen működik. Egy tucat különböző fűszerből választhatunk. Az ember felemeli és szertartásos mozdulatokat végez rajta, melyek önmagukban értelmetlenek, de az aurórai sznobok számára rendkívül fontosak, mert emelik az étkezés rangját. Fiatalabb koromban a fűszertartót a tenyerembe véve, a hüvelyk, mutató és középső ujjam hegyét összeszorítva magam is el tudtam végezni a sózás műveletét. Ha most megpróbálnám, könnyen lehet, hogy a manőver során fejbeverném a vendégemet. Remélem eltekint attól, hogy megpróbáljam. Kérem, doktor Fasztov, inkább ne próbálja meg. Egy robot salátát tett az asztalra. Egy másik gyümölcslevet hozott egy tálcán, egy harmadik kenyeret és sajtot tálalt fel. Egy negyedik pedig a szalvétát igazította el az asztalon. Összehangoltan dolgoztak, egyszer sem ütköztek egymásnak. Egészen lenyűgözték Bélit. Végül, mintha mi sem lenne természetesebb ennél, megálltak az asztal egy-egy oldalán, egyszerre hátraléptek, meghajoltak, megfordultak, majd visszatértek a szoba túlsó végében található fal mélyedésekbe. Béli csak akkor vette észre, hogy Déniel és Zsiszkár is ott van az ebédlőben. Nem látta őket bejönni. A búzaföldet ábrázoló fal egy-egy beugrójában várakoztak. Déniel volt hozzájuk közelebb. Most, hogy elmentek, kezdte Fasztorf, majd rögtön el is hallgatott, és lassan, szomorúan csóválta a fejét. Azaz, hogy mégsem mentek el. A robotok az étkezés megkezdése előtt általában elhagyják a termet, hiszen ők nem esznek. Logikus. Végül aztán ez is a szertartás részévé vált. Szinte elképzelhetetlen, hogy valaki hozzáálláson az ételhez, amíg a robotok jelen vannak. Most viszont... Most viszont nem mentek el, fejezte be Béli a mondatot. Nem bizony. Úgy érzem, a biztonság előbbre való az etiketnél, és ön, aki nem aurórai, nem fogja zavarni ez a kis szabálytalanság. Béli megvárta, míg Fasztov megkezdi az étkezést. A doktor kézbe vette a villát, Béli is. Fasztov enni kezdett, szándékosan lassan csinált mindent, hogy vendége megfigyelhesse, mi a teendő. Béli óvatosan beleharapott a rákba. Nagyon ízletesnek találta. A földön fogyasztott rákrémre hasonlított, de sokkal finomabb és gazdagabb volt. Komótosan rákcsálta a falatokat, és bár nagyon szeretett volna előrébb jutni a nyomozással, pillanatnyilag elképzelhetetlennek tartotta, hogy az ebéden kívül bármi mással foglalkozzék. Meglepetésére Fasztóv tette meg az első lépést. Nem kellene munkához látnunk, Mr. Béli. A nyomozó érezte, hogy enyhén elvörösödik. <laughs> Dehogy is nem. Mindenképpen. Bocsásson meg, hogy megleptek az önök aurórai ízei, és nem tudtam másra koncentrálni. Tulajdonképpen ön idézte elő a bajt, ugye, dr. Fasztolf? Miért kérdezi ezt? Úgy tudom, valaki nagy szakértelmet kívánó módon követte el a robotölést. Robotölés? Hangzatos kifejezés, mondta Fasztolf mosolyogva. Értem már, mire gondol. Jól tudja, az a módszer csak ugyan roppant komoly szakértelmet kíván és ha jól tudom, csak is önnek van meg a szükséges szakértelme. Ezt is jól tudja. És még ön is elismeri, mi több teljes bizonyossággal állítja, hogy senki más nem idézhette elő Jander agyában a mentális zárlatot. Én csak az igazat mondom, Mr. Béli. A hazudazással, ha képes lennék is rá, nem jutnék semmire. Mindenki tudja, hogy én vagyok az ötven külső világ első számú elméleti robot szakértője. De nem lehetséges, doktor Faszolf, hogy az egész világ második, harmadik vagy akár tizenötödik legjobb robot szakértője is képes ilyesmire? Tényleg csak a legjobb követhette el a gyilkosságot? Szerintem a legjobbnak is minden tudására szüksége lett volna, jelentette ki Faszolf higgadtan. Sőt, és most megint csak az egyéni véleményemet mondom, én is csak különösen jó formában lettem volna képes rá. Ne felejts el, hogy a robotika legkiválóbb szakemberei, magamat is beleértve, a pozitron agyak megtervezésénél különös figyelmet szenteltek annak, hogy kizárják a mentális zárlat lehetőségét. Biztos ebben? Egészen biztos? Tökéletesen. És ezt már nyilvánosan is kijelentette? Természetesen. Volt egy nyilvános vizsgálat, amelynek során feltették nekem ugyanezeket a kérdéseket, és én akkor is az igazat választottam. Az aurórán ez a szokás. Pillanatnyilag nem vonom kétségbe, hogy meggyőződése szerint igazat vallott, mondta Béli. De nem lehet, hogy a természetes büszkesége ragadtatta ilyen kijelentésre? Talán az is jellegzetes aurórai vonás. – úgy érti, annyira szeretném a legjobbnak mutatni magam, hogy szándékosan magamat vádolom mindenki előtt Jander mentális zárlatának előidézésével. Én úgy képzelem, hogy ön vállalja a politikai bukást és a társadalmi kitaszítottságot, ha a tudományos jó híre csorbítatlan marad. Értem. Érdekes gondolatok ezek, Mr. Béli. Hm, de más a helyzet. Ön szerint, ha választanom kellene a két lehetőség közül, tudnélik, hogy beismerem, nem én vagyok a legjobb, illetve bűnösnek vallom magam a robotölésben, akkor én tudatosan az utóbbit választanám. Nem, dr. Fasztov, nem akarom ennyire leegyszerűsíteni a kérdést. Talán azért hazudja azt magának, hogy ön a legjobb robot szakértő, és azért ragaszkodik ehhez mindenáron, mert tudat alatt, hangsúlyozom, dr. Fasztov, tudat alatt, meg van győződve arról, hogy megelőzték. Fasztov felnevetett, de egy parányi idegesség is kicsendült a nevetéséből. <laughs> – Nem, nem, Mr. Béli, ez óriási tévedés. – Gondolkodjon csak, dr. Fasztov. Biztos abban, hogy a többi robot szakértő szakmai tudás terén meg sem közelíti önt? – Alig néhányan foglalkozunk emberformájú robotokkal – Daniel elkészítésével tulajdonképpen egy új tudományág jött létre, amelynek ma még nincs neve. Az Aurora elméleti robot szakértői közül egyedül én értem, hogyan működik Daniel Pozitron agya. A néhai doktor Szárton is értette, de nem olyan jól, mint én. Az elképzelés lényege ugyanis tőlem származik. Ha kezdetben így is volt, nem biztos, hogy ma is igaz. Senki nem szerzett tudomást az elmélet lényegéről. Fasztóf határozottan ingatta a fejét. Senki. Senkit sem tanítottam meg rá, és képtelenség, hogy bármely más, ma élő tudós egyedül rájöhetett volna ugyanerre. Béli egy kicsit ingerülten válaszolt. Nem lehet, hogy egy jó eszű fiatalember, aki most végzett az egyetemen, és okosabb, mint bárki is gondolna? Nem, Mr. Béli, nem lehet. Ha létezne az illető, én biztosan ismerném akkor megfordult volna a laboratóriumomba, és együtt dolgozott volna velem. Pillanatnyilag nincs ilyen fiatal ember. Nem mondom, hogy később sem lesz, talán többen is lesznek, de jelen pillanatban egyetlen egy sincs. Tehát, ha ön meghal, akkor a sírba viszi magával ezt az új tudományágat? Még csak 165 éves vagyok, persze metrikus értelemben számolva. Ez mint egy 144 földi évnek felel meg. Aurórai viszonylatban fiatalnak számítok, és semmilyen egészségi ok nem zárja ki, hogy eléjek legalább még egyszer ennyi ideig. A 400 éves kor sem szokatlan, metrikus értelemben számítva. Lesz még elég időm tanítani. Közben befejezték az étkezést, de sem Fasztolf, sem pedig Béli nem állt fel az asztaltól. A robotok sem vitték el a tálakat mintha valamennyien mozdulatlanná dermedtek volna a gyorsan pergő párbeszéd közepette. – Dr. Fasztov, – mondta Béli résnyire szűkült szemmel. Két éve a szolárián jártam, és az volt a benyomásom, hogy mindent összevetve valamennyi világ közül ott értenek a legjobban a robotikához. Mindent összevetve ez valószínűleg igaz is. És nincs olyan szoláriai, aki elkövethette volna a gyilkosságot? Nincs, Mr. Béli. Az ő robotjaik semmivel sem fejlettebbek, mint az én szegény kis megbízható zsizkádom. A szoláriaiaknak halvány fogalmuk sincs az ember formájú robotok készítéséről. Hogy állíthatja ezt ennyire biztosan? Ön, Mr. Béli járt már a szolárián. Így nagyon jól tudja, hogy a szoláriaiak csak nagy nehézségek árán tudják megközelíteni egymást. Háromdimenziós távnézés útján érintkeznek, Kivétel csak azok az esetek jelentenek, amikor elkelülhetetlen a szexuális kapcsolat. Gondolja, hogy valamelyiküknek eszébe jutna olyan emberformájú robotot tervezni, amelyik előcsalja a neurotikus félelmeiket? Jóformán nem is tudnák felhasználni, annyira kerülné mindenki a vele való találkozást. De talán akad olyan szoláriai, aki meglepően jól tűri az emberi test közelségét. Nem zárhatjuk ki ennek lehetőségét. Nem zárom ki, csak hogy jelenleg egyetlen szoláriai állampolgár sem tartózkodik az aurórán. Hogyhogy? Hogy? Az itteniekkel sem szeretnek közvetlenül érintkezni, ezért csak nagyon fontos üzleti ügyekben utaznak el ide vagy a többi világra. Sőt, még ilyen esetben sem lépnek a bolygó felszínére, hanem a bolygó körüli pályáról elektronikus eszközökkel kommunikálnak az idegenekkel. Ha viszont tényleg igaz, hogy ön az egyetlen ember, aki elkövethette a gyilkosságot, fel kell tennem a kérdést. Ön ölte meg Jandert? Nem tudom elképzelni, hogy Déniel nem mondta volna meg önnek. Tagadom ezt a vádat, válaszolta Fasztolf. Megmondta, de én öntől is hallani akartam. Fasztolf karjába vonta a kezét, és homlokát ráncolta. Összeszorított fogai közül préselte ki a szavakat akkor most meghalhatja. Nem én tettem. Béli a fejét csóválta. Úgy látom, teljes meggyőződéssel mondja ezt. Igen, teljes meggyőződéssel, és nagyon őszintén. Nem én öltem meg Jandert. Ha viszont nem öntette, és senki más nem lehetett képes rá, akkor... De várjon csak, talán pontatlan a feltételezésem. Jander tényleg halott? Vagy hamis ürügyjel csaltak ide engem? azt a robotot tényleg tönkretették. Ha a törvényhozás nem tiltja meg, hogy még ma hozzáférjek a roncshoz, már pedig nem hiszem, hogy megakadályoznák, akkor nagyon valószínű, hogy meg tudom mutatni önnek. Ha nem öntette, és senki más nem lehetett képes rá, a robot pedig tényleg halott, akkor kikövette el a büntényt. Fasztóf nagyot sóhajtott. Déniel bizonyára elmondta, mit hangoztattam mindvégig a vizsgálat során, de ön persze ezt is tőlem akarja hallani. Így van, doktor Fasztolf. Hát akkor elmondom. Senki sem követte el. Az árlat spontán módon keletkezett Jander agytekervényeiben. Valószínűnek tartja? Nem valószínű, sőt, nagyon, de nagyon valószínűtlen. De ha egyszer nem én voltam az elkövető, akkor csak is ez fordulhatott elő. Felmerülhet, nagyobb az esély annak, hogy ön hazudik, mint annak, hogy spontán zárlat állt be. Ez sokakban felismerült, de én tudom, hogy nem követtem el, ezért a spontán zárlat az egyetlen lehetséges változat. És engem azért hivatott ide, hogy igazolja, bizonyítsam a spontán zárlatot? Igen. De hogy lehet bizonyítékot találni egy spontán történésre? A jelek szerint csak így menthetem meg önt, a földet és jó magamat. Ez a fontossági sorrend, Mr. Béli. Béli zavartan válaszolt. Fontossági sorrendben önt, magamat és a földet. Hosszas gondolkodás után sajnos arra a következtetésre jutottam, hogy lehetetlen bizonyítékot találni, mondta Fasztolf. Béli rémült pillantást vetett Fasztolfra. Azt mondja lehetetlen? azt. Fastow hirtelen felkapta a fűszertartót. Kíváncsi vagyok, meg tudom-e még csinálni a régi mutatványt. Egy jól kiszámított csukló mozdulattal feldobta a dobozt. A fűszertartó bukvencet vetett a levegőben. Fasztov jobb hüvelykujját leszorítva a tenyere élével kapta el a tárgy keményebbik végét. Ettől az újra megbillent, átkerült Fasztov bal tenyerére, és így táncolt tovább egyik kezéről a másikra. A harmadik bukfenc megint a magasban történt, majd Fasztóf jobb kézzel marokra szorította a fűszertartót, mire finomra őrölt só hullott a bal kezébe. – Gyerekes mutatvány, egy tudós elme szüleménye – mondta a doktor – és az eredmény, ami természetesen csak egy csipet só, nincs arányban az előfeszítéssel. De a jó aurórai vendéglátó mindig büszkén mutatja be. Vannak szaktekintélyek, akik másfél percig is a levegőben tudják tartani a dobozt, és ez alatt szinte követhetetlenül gyorsan mozog a kezük. Na persze, tette hozzá elgondolkozva, Déniel minden emberi lénynél ügyesebben és gyorsabban tudja előadni az eféle mutatványokat. Ilyen vizsgálatokat is végeztem rajta, hogy ellenőrizzem az agyműködést, de nagy hiba lenne nyilvánosság elé tárni a képességeit. Feleslegesen megszégyeníteni a fűszerészeket, Bizonyára értikikre gondolok, bár a szótárakban nem szerepel ez a népszerű elnevezés. Béli igenlően dör mögött. De térjünk vissza a tárgyra, javasolta Fasztolf és felsóhajtott. – Hiszen ön nem a fűszerészek miatt hozatott ide engem olyan messziről. – Persze, hogy nem. Akkor hát folytassuk. – Van valami különös oka annak, hogy éppen most adta elő nekem ezt a mutatványt, dr. Fasztolf? – Igen hol pontra jutott a beszélgetésünk, hiszen csak ugyan azért hozattam önt ide, hogy megtegye a lehetetlen. Az előbb olyan sokat mondó volt az arc kifejezése, és az igazat megvaló jobb megoldás nem jutott az eszembe. Gondoltam, nem át, egy lélegzett vételnyi szünetet. Most viszont folytassuk. Beszéljünk tovább a lehetetlen feladatról? Az ön számára talán nem az, Mr. Béli. Önről azt tartják, hogy a lehetetlen feladatokat is megoldja. A hipervíziós drámára gondol? Abban ostobán eltorzították a szoláriai eseményeket. Elhitte? Fasztov széttárta a karját. Csak így remélhetek. Nekem viszont nincs más választásom. Meg kell próbálnom folytatni a nyomozást. Ha kudarcot vallok, nem térhetek vissza a földre. Ezt egyértelműen a tudomásomra hozták. Mondja, doktor Fasztov, hogyan ölhették meg Jandert? Hogyan kellett manipulálni az agyát? Nézze, Mr. Béli, ezt egy robot szakértő kollégámnak se tudnám most hirtelennyében elmagyarázni, még akkor sem, ha felkészültem volna a kutatási eredményeim nyilvánosságra hozatalára. Márpedig ön nem robot szakértő, én pedig nem vagyok felkészülve a közlésre. De azért megpróbálom elmondani a lényeget. Nyilván tudja, hogy a robotokat a földön találták fel, és ott készültek az első példányok. A Földön nem igen foglalkoznak a robotikával. Mi itt a külső világokon jól tudjuk, mennyire robotellenes beállítottságúak a földlakok. Ennek ellenére senki előtt nem titok a Földön, hogy a mi bolygónkról származnak az első robotok. Az is köztudott, hogy a hipertérben való utazást is robotok segítségével valósították meg, és mivel hipertér utazás nélkül nem telepedhetett volna meg az emberiség a külső világokon, nyilvánvaló, hogy már a gyarmatosítás előtt léteztek robotok, amikor még a Föld volt az egyetlen lakott bolygó. Következtetésképpen a robotokat a földlakók találták föl, mégpedig otthon, a Földön. De ugye nem valami büszkék a találmányukra. – Nem szoktunk beszélni róla – felelte Béli Kurtán. – És Susan Calviniről hallottak már? – Régi könyvekben találkoztam már a nevével. Ő volt a robotika tudományának egyik uktörője. – Csak ennyit tud róla? – Béli hanyagulintett a kezével. – Gondolom, többet is megtudhatnék róla, ha átnézném az archívumokat, de még nem volt rá alkalmam. – Fura – mondta Fasztor. Susan Calvin az űrlakók szemében szinte félistenőnek számít. Olyannyira, hogy a robotikához nem értő kevesek szerintem nem is tudják róla, hogy földlakó volt. Isten káromlónak és hazugnak tartanák azt, aki kijelenteni, hogy metrikus évben számítva alig múlt el száz éves, amikor meghalt. Önök pedig csak a robotika egyik úttörőjeként ismerték őt. Miért, doktor Fasztov? Talán Susan Calvinnek köze van ehhez az ügyhöz? Bizonyos szempontból közvetetten igen. Calvin nevéhez számtalan legenda fűződik. Ezeknek a többsége minden kétséget kizáróan valótlan, mégis tovább él. Az egyik leghíresebb és leghihetetlenebb legenda szerint akkoriban a kezdet kezdeténél elkészült egy robot, amelyről kiderült, hogy valami szerencsétlen gyártási hiba folytán telepatikus képességekkel rendelkezik. Micsoda? Így szól a legenda. Azzal kezdtem, hogy csak legenda. És minden kétséget kizárólag nincs valóságos alapja. Minden esetre emlékeztetni szeretném arra, hogy elméletileg megtörténhetett, bár a gyakorlatban még soha senki nem állított elő telepátiára képes robotot. Teljesen elképzelhetetlen, hogy egy hipertér utazás előtti korban gyártott, egyszerű és primitív pozitron agyban felléphetett ilyen rendellenesség. Ezért bizonyosak vagyunk abban, hogy ez a történet kitaláció. Ennek ellenére hadd folytassam az eszmefuttatást, mert hátra van még a morális mondani való. Mindenképpen folytassa. Az a robot a legenda szerint olvasni tudott az emberek gondolataiban. Amikor feltettek neki egy kérdést, kiolvasta a kérdező agyából azt a választ, amelyet az illető hallani akart. Na már most a robotika első törvénye egyértelműen kimondja, hogy a robot nem okozhat ártalmat egy emberi lénynek, avagy nem tűrheti el, hogy az tétlensége folytán ártalmat szenvedjen. Az ártalom szó a robotok számára általában fizikai bántódást jelent. Egy gondolatolvasó robot viszont bizonyára tudná, hogy a csalódottság, a harag és minden hasonló érzelmi vihar boldogtalanná tesz egy érző emberi lényt, és az eféle érzelmek keltését ez a robot már ártalmasnak minősítené. Tehát, ha a telepata robot tudatában lenne annak, hogy az igazság elkeseríteni vagy dühíteni, irigyé vagy boldogtalanná tenni az illetőt, akkor inkább hazudna, hogy kedvében járjon a gazdájának. Érti? Persze, hogy értem. Szóval ez a robot magának, Susan Calvinnek is hazudott. Természetesen nem folytathatta sokáig a hazudozást, mert különböző embereknek különböző dolgokat mondott, és állításai egyrészt összefüggéstelenek voltak, másrészt pedig minden tény ellenük szólt. Suzanne Calvin hamar rájött, mi történik körülötte, és tudta, hogy az ügy miatt rendkívül kellemetlen helyzetbe került. Ha előbb kiderül a dolog, nem keseredik el annyira. A felfokozott várakozás után viszont elviselhetetlen csalódást érzett. Biztos, hogy nem hallotta még a történetet? – Szavamat adom rá. Döbbenetes, pedig biztos, hogy nem az aurórán találták ki, mert az összes többi külső világon is ugyanilyen jól ismerik. Mindegy, elég az hozzá, hogy Calvin bosszút állt a robotom. Bebizonyította neki, hogy akár igazat mond, akár hazudik, mindenképpen árt az illető embernek. Így a robot semmiképp nem tudott eleget tenni az első törvénynek, és amikor azt felismerte, kénytelen volt totális passzivitásba vonulni. Képszerűbben fogalmazva kiégtek a pozitron tekervényei, és agya helyrehozhatatlan károsodást szenvedett. A legenda szerint Calvin hazugnak nevezte a tönkretett robotot. És most nyilván azt akarja mondani, hogy Jander is valami hasonló történhetett. Ellenhondásba keverték, és kiégett az agya? A jelek szerint ez történt, bár sokkal nehezebb lehetett előidézni, mint Calvin idejében. A robotikai szakemberek valószínűleg éppen a legenda tartalma miatt igyekeznek minimálisra csökkenteni a feloldhatatlan ellentmondások veszélyét. A pozitron agyak építésének tudományos elmélete rengeteget fejlődött azóta, és a gyakorlat is sokat finomodott. Az új rendszerek egyre jobban megoldják a feladatukat, minden helyzetben döntenek, és így vagy úgy, de mindig engedelmeskednek az első törvénynek. Akkor viszont nem lehet kiégetni egy robot agyát. Ezt akarja mondani? Mert ha igen, akkor nyitott marad a kérdés, mi történt Yanderrel. Nem azt akarom mondani. A rendszerek egyre jobbak, de sohasem tökéletesek. Nem is lehetnek azok. Bármennyire finom, precíz berendezések is az agyak, mindig lehet találni egy végzetes ellentmondást. Ez alapvető matematikai igazság. Soha sem fogunk tudni létrehozni olyan finom és precíz mesterséges agyat, amelynél nullára csökken a végzetes ellentmondások veszélye. Ez ugyanis lehetetlen. De azért annak, aki ezeknél a majdnem tökéletes rendszereknél mentális zárlatot akar előidézni, nagyon jól kell értenie az adott pozitron agy működését. Ezért mondom, hogy csak egy kiváló elméleti szakember lehetett volna a tettes mint például ön, dr. Fasztov. mint például én. Az emberformájú robotok esetében pedig csak is én jöhetek szóba. Vagy ha nem, hát senki, mondta Béli ironikusan. Vagy ha nem, hát senki, ahogy mondja, felelte Fasztov, mintha nem is érezte volna a gúnyt Béli hangjában. Az emberformájú robotok agyának és, hozzátehetném, Testének megkonstruálásakor tudatosan imitáltuk az emberi testet. A pozitron agyakat különösen precízen dolgoztuk ki. Természetesen ezekben is megvan az emberi agy néhány előnytelen tulajdonsága, ahogyan az agyban lejátszódó végtelen baleset következményeként egy emberi lény is kaphat agyvérzést, amikor szó sincs külső beavatkozásról úgy a pozitronok pillanatnyi eltérülése folytán, vagyis véletlenségből egy humanoid robotnál is beállhat a mentális zárlat. Ezt bizonyítani is tudja, dr. Fasztov? Matematikailag tudom modellezni a jelenséget, de a matematikában jártas szakértők közül nem fogadná el mindenki az érveimet. Az elméletem ugyanis néhány olyan egyéni feltételezést is magában foglal, amelyek nincsenek összhangban a robotika szakembereinek jelenleg elfogadott gondolkodás módjával. Mekkora egy ilyen spontán mentális zárlat valószínűsége? Ha több emberszerű robot létezne, ha lenne belőlük mondjuk százezer, akkor az aurórai átlag életkort figyelembe véve az egyiknek jó esélye lenne arra, hogy beállnála egy spontán mentális zárlat. Persze bekövetkezhet ez sokkal hamarabb is, mint Jander esetében. Noha rendkívül kicsi az eshetősége. Nézze, dr. Fasztov, ha sikerülne bebizonyítania, hogy általában a robotoknál előfordulhat spontán mentális zárlat, azzal még nem igazolná azt, hogy ebben a konkrét esetben éppen ez történt Janderrel. Ebben teljesen igaza van, ismerte el Fasztoff. Tehát ön, a robotika legnagyobb szaktekintéje, nem tudja bebizonyítani, hogy Jandernél spontán mentális zavar lépett fel? Megint igaza van. Akkor mit vár tőlem? Mit tehetek én, aki nem is konyítok a robotikához? Nem kell itt bizonyítania semmit. Bőven elég, ha előáll egy zseniális elképzeléssel, amely hihetővé teszi a nagy közönség számára, hogy Jander pusztulását spontán mentális zárlat okozta. Például? Nem tudok példát mondani. Biztos, hogy nem tud példát mondani, Doktor Fasztov? kérdezte Béli szigorúan. Mit akar ezzel? Most mondtam, hogy nem tudok. Hadd mondjak valamit. Feltételezem, hogy az auróraiak túlnyomó többsége tudja, mi célból utaztam ide. Nehéz lett volna titokban idehozniuk, hiszen földlakó vagyok. Így van. Nem is próbáltam titkolózni. Kikértem a törvényhozás elnökének a véleményét, és miután meggyőztem, ő engedélyezte az ön utazását. Így egyelőre én is a helyemen maradhattam. Ön lehetőséget kapott arra, hogy megoldja a rejtét, mielőtt még sor kerülne a tárgyalásomra. Nem hiszem, hogy sok időt engedélyeznek nekünk. Akkor megismétlem. Az auroraiak túlnyomó többsége tudja, hogy itt vagyok, és azt hiszem, azt is pontosan tudják miért. Ki kellene derítenem, hogyan halt meg Jander? Magától értetődik, mi másért jött volna ide. És miután felszálltam a földön arra a hajóra, állandóan szigorított őrzet alatt tartanak, mert fennáll annak a veszélye, hogy az ön ellenségei megpróbálnak eltenni lábalól. Azt hiszik, csodatévő szent vagyok, aki, bár minden ellene szól, megoldja a rejtét. Ön pedig megnyeri a játszmát. Igen, Szerintem is fennáll egy ilyen merénylet veszélye. Akkor most tegyük fel, hogy van valaki, aki nem szeretné, ha megoldódna a rejté, és így öntisztázná magát. Ennek a valakinek sikerül megölnie engem. Nem lehet, hogy ekkor ön mellé állna a közvélemény? Az esetből az emberek arra következtetnének, az ellenségei érezték, hogy ön ártatlan, máskülönben nem tartottak volna annyira a vizsgálattól, és nem tettek volna elengem engem lábalól. Meglehetősen bonyolult a gondolatmenete, Mr. Béli. Elképzelhetőnek tartom, hogy nagy ügyességgel erre is felhasználható lenne az ön halála. De ne féljem, nem lehet merénylet. Ön védelem alatt áll. Nem fogják megölni. De miért őriztet engem, dr. Fasztorf? Miért nem hagyja, hogy az ellenségei végezzenek velem? Miért nem használja fel a halálomat a győzelem érdekében? Mert szívesebben venném, ha életben maradna, és érvekkel sikerülne bebizonyítania az ártatlanságomat. De hát ő nagyon jól tudja, hogy nem tudom bebizonyítani az ártatlanságát. Talán tudja. Éppen elég ösztönzést kapott. Az ön kezében van a föld sorsa, és ahogy mondta, ezen áll vagy bukik a saját karrierje is. Mit érek az ösztönzéssel? Ha rám hogy a kardjaimmal csapkodva emelkedjem a levegőbe, mert ellenkező esetben lassú kínzás és halál fog rám várni, a földet felrobbantják, lakóit pedig egytől egyik kiírtják, hiába az ösztönzés, attól még nem fogok tudni repülni. Tudom, hogy nincs sok esélye, mondta Fasztolf keserűen. Tudja, hogy egyáltalán semmi esélyem, vágott vissza Béli ingerülten, és csak is a halálom árán menekülhet meg. Akkor nem fogok megmenekülni, mert gondom lesz rá, hogy az ellenségeim ne kerülhessenek az ön közelébe. De ön itt van a közelemben. Tessék! Az jár a fejemben, dr. Fasztolf, hogy ön megölhet engem, miközben azt a látszatot kelti, hogy az ellenségeit tették. Azután a halálomat felhasználja ellenük. Ezért hozatott engem az aurórára. Fasztolf egy pillanatig enyhe meglepetéssel nézte Bélit, aztán hirtelen irgalmatlan harag fogta el elvörösödött, és arca rettenetes grimaszba torzult. Felkapta az asztalról a fűszertartót, a magasba emelte, és le akart sújtani vele Bélire. A nyomozót teljesen váratlanul érte a támadás, alig tudott elhajolni az ütés elől. Daniel és Giscard Fastov gyorsan cselekedett, de Daniel nála is jóval fürgébb volt. Béli, aki már megfeledkezett Daniel jelenlétéről, csak valami hirtelen suhogást és egy meglepet hangot hallott, aztán látta, hogy Daniel kezében a fűszertartóval ott áll Fastov mellett. Remélem, semmilyen tekintetben nem ártottam önnek, doktor Fasztolf, mondta a robot. Béli kába volt, itt csak homályosan érzékelte, hogy Fasztolf másik oldalán ott áll zsizkárt, és a többi négy robot is előmerészkedett a távolabbi fal mélyedésekből, majdnem az étkező asztalig. Fasztolf enyhén zilhálva, kócosan, csapzottan felelt. – Nem, Déniel, nagyon helyesen cselekedtél. Felemelte a hangját. – Mindannyian jól vizsgáztatok, csak egyet ne felejtsetek el – Soha sem szabad tétovázni, még akkor se, ha rólam van szó. Halkan felkacagott, és miközben újra helyet foglalt, ujjaival lesimította a haját. Bocsásson meg, Mr. Béli, amiért megijesztettem, szabadkozott. De úgy gondoltam, a gyakorlat meggyőzőbb lesz, mint az én érvelésem. Béli egy perccel korábban reflex mozdulattal tért ki a fűszertartó elől. Most meglazította a gallériát, és kissé mogorván válaszolt. Az igazat megvalva szóbeli bizonyítást vártam, de el kell ismernem, ez így meggyőzőbb volt. Örülök, hogy Déniel elég közel volt, és le tudta önt fegyverezni. Mindegyikük elég közel volt, de Déniel volt a legközelebb, ezért ő ért ide először. Elég gyorsan itt termett. Így erre a finom megoldásra is futotta az idejéből. Ha messzebbről jön, talán kénytelen kicsavarni a karomat, de az sem lehetetlen, hogy leütött volna. Arra is képes? Mr. Béli, én utasítottam őket, hogy védjék meg önt. Tudom, hogy kell kiadni egy ilyen parancsot. Ön veszélybe került, ezek a robotok akkor sem haboztak volna, ha a közbeavatkozásukkal ártanak nekem. Persze igyekeztek volna minél kisebb kárt tenni bennem, ahogyan Dénia példája is mutatja. Csak a büszkeségem és a frizurám sínylette meg a dolgot. Na meg az ujjaim is bizseregnek egy csöppet. Fasztolf fájdalmas arccal hajlítgatta az ujjait. Béli vett egy mély lélegzetet, megpróbált magához térni pillanatnyi zavarából. – Déniel nem védett volna meg engem, ha ön nem ad erre külön utasítást? – Természetesen akkor is kötelessége lett volna megvédeni önt, de ne gondolja, hogy egy robot ilyenkor egyszerűen igennel vagy nem mer reagál. A laikusok gyakran beleesnek ebbe a hibába, pedig reakciós sebesség is van a világon. Én úgy fogalmaztam meg az önre vonatkozó utasításaimat, hogy a robotjaim, Dénielt is beleértve, abnormálisan hamar, a lehető leghamarabb cselekszenek, ha észreveszik, hogy önt veszély fenyegeti. Tudtam, hogy ezúttal is így lesz, ezért mertem ilyen hirtelen támadni. Gondoltam, így különösen meggyőzően mutathatom be, hogy ha akarnék, se tudnék ártani önnek. Értem, mindazonáltal nem tudok egyértelműen köszönetet mondani – Tökéletesen megbízom a robotjaimban, különösen déni jelbe. De most eszembe jutott, igaz egy kicsit túl későn, hogyha nem engedtem volna el azonnal a fűszertartót, akkor akarata ellenére eltörhette volna a csuklómat, bár az ő esetében igazi akaratról nem beszélhetünk, legfeljebb robot akaratról. Szerintem ostobaság volt ekkora kockázatot vállalnia, mondta Béli. Utólag már én is így gondolom. Ha fordítva történik a dolog, és ön akarta volna hozzám vágni a fűszertartót, Déniel rögtön közbe avatkozott volna, de nem ilyen gyorsan, mert az én védelmemre nem kapott külön utasítást. Csak reménykedhettem volna, hogy elég gyors a megvédésemhez. De ez egyáltalán nem biztos. Inkább eltekintenék a kísérlettől. Jegyezte meg Fasztov derűsen mosolyogva. És mi van akkor, ha egy légi járműről robbanó szerkezetet dobnak a házra? kérdezte Béli. Ugyanaz, mint hogyha a gamma irányítanának ránk egy szomszédos hegytetőről. A robotjaim nem védhetik meg mindentől, de itt az aurórán nagyon, de nagyon kicsi a valószínűsége egy ilyen drasztikus terrorcselekménynek. cselekménynek. Kár is ezzel foglalkoznunk. Én szíves örömest megfeledkezem a veszélyről, nem is gondoltam komolyan, hogy ön dr. Fasztolf veszélyt jelenthet rám, de bizonyítékra volt szükségem, hogy kizárhassam ezt a lehetőséget is. Csak így tudok tovább dolgozni. Folytathatjuk a munkát? Valóban, felelte Fasztov. Most, hogy túl vagyunk ezen a kis rögtönző drámai színjátékon, visszatérhetünk az alapkérdésre. A probléma továbbra is fennáll. Hogyan bizonyítható, hogy Jander agyában spontán lépett fel a mentális zárlat? Bélinek csak ekkor jutott az eszébe, hogy Daniel még mindig ott van velük, ezért gyorsan feltette a robotnak a kínos kérdést. Dénjel, nem fáj neked, hogy erről a témáról beszélünk? Dénjel egy távolabbi üres asztal mellett állt, amelyre az imént helyezte biztonságba a fűszertartót. Iláj kollégám, örülnék neki, ha néhai barátom, Jander ma is működne, de mivel Jandert lehetetlen újra működésbe hozni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek mivel jelen beszélgetés ezt a célt szolgálja, fájdalom helyett inkább örömmel tölt el, hogy tanulja lehetek. Akkor megkérdezem tőle, Déniel, szerinted terhelje felelősség dr. Fasztolfot Jander társad meggyilkolásáért? Ugye megbocsájt dr. Fasztolf? Fasztolf mólintott, mire Déniel így válaszolt. Dr. Fasztolf kijelentette már, hogy nem terheli őt felelősség, úgyhogy természetesen ez az igazság. Neked nincsenek kétségeid ezzel kapcsolatban, Déniel? Nincsenek, illáj kollégám. Mint a fasztófot mulattatta volna a dolog. Mr. Béli, ön most kereszt kérdéseket tesz fel egy robotnak? Tudom, azért teszem, mert képtelen vagyok Dénielt robotnak tekinteni. A válaszait egyetlen vizsgálóbizottság sem fogadná el hitelesnek, Beleprogramozták, hogy hinnie kell nekem. Én nem vagyok vizsgálóbizottság, bizottság, dr. Fasztolf. Most még csak az ajnövényzetet próbálom kiírtani. De hagyd térjek vissza oda, honnan elindultam. Vagy ön égette ki Jander agyát, vagy véletlen baleset történt. Ön azt állítja, a véletlen balesetet nem tudom bizonyítani. Így számomra egyetlen lehetőség maradt, bebizonyítani, hogy nem ön a tettes. Más szóval, ha meg tudom mutatni, hogy nem ön ölte meg Jandert, csak a véletlen baleset marad. És hogy jut el idáig? A kérdés csak az, kinek át módjában megölni Jandert, kinek volt erre alkalma, és kinek az érdekeit szolgálta a robot halála. Ön meg tudta volna tenni, az elméleti tudása lehetővé tette volna, hogy Jander agyának manipulálásával mentális zárlatot idézzen elő. De vajon alkalom is kínálkozott a gyilkosságra? Tény, hogy Jandert az ön tulajdona volt. Ön tervezte meg az agytekervényeit, ott bábáskodott a megépítésénél. De a mentális fellépésekor az ön birtokában volt a robot? Nem. Akkor valaki más birtokolta. Mennyi ideje? Körülbelül nyolc hónapja, vagyis valamivel több, mint fél földi éve. Hm, ez érdekes, és ön ott volt Janderral, vagy a közelében tartózkodott, amikor az árlat bekövetkezett? Módjában állt volna a közelébe kerülni? Röviden, van bizonyítéka arra, hogy a feltételezett időpontban olyan messze volt, hogy nem követhette el a gyilkosságot, sőt, kapcsolatba sem tudott volna lépni Janderrel? Attól tartok, a bizonyítás lehetetlen, felelte Fasztolf a tett elkövetésének időpontját a vizsgálatok meglehetősen tághatárok közé helyezik el. Egy robot elpusztulása után nem lépnek fel olyan tünetek, mint az emberek esetében a hullamerepség vagy a bomlás. Csak annyit állíthatunk, hogy egy adott időpontban Jander még működött, egy későbbi időpontban pedig már nem észlelték a működését. A két időpont között körülbelül 8 óra telt el. Erre a 8 órára nincs alibi. Egyáltalán nincs a libije? Hát, mit csinált az alatt, dr. fasztor? Itthon tartózkodtam a házamban. Akkor a robotjai nyilván tudtak a jelenlétéről, és ezt a bíróság is tanúsíthatják? Természetesen tudnak a jelenlétemről, de jogi értelemben nem tanúskodhatnak mellettem. Fánya házon kívül volt aznap, a saját ügyeit intézte. Egyébként Fánya is annyira jártas a robotikában, mint ön. Fasztó farcán keserű mosoly jelent meg. Még önnél is járatlanabb. Egyébként erről az egészről felesleges beszélni. Miért? Fasztó a gyerek szerint kezdte elveszíteni a türelmét. Kedves Béli, itt nem olyan közvetlen fizikai támadásról van szó, amilyet az előbb eljátszottam. Jander esetében szükségtelen volt a tettes fizikai jelenléte. Egyébként Jander abban az időpontban nem volt messze a házamtól, de ugyanúgy tartózkodhatott volna az Aurora túloldalán is, elektronikus úton, akkor is kapcsolatba tudtam volna lépni vele, és a parancsaimmal előidézhettem volna a mentális zárlatot. Nem is telt volna nagyon hosszú időbe, míg elmondom a lényeget. Akkor tehát egy rövid folyamatról van szó, és valaki más véletlenül is előidézhette, miközben csak egy rutin feladatot akart elvégezni? Nem, Kiáltott Fasztov. Az Auróra szerelmére, földlakó, hadd mondjam már végig, megmondtam, hogy nem ez a helyzet. Jander agyában csak hosszú idő alatt, bonyolult, tekervényes módon lehetett volna előidézni a mentális zárlatot. A tettesnek nagyon okosnak és nagyon ügyesnek kellett volna lennie, és senki sem követhetett el ilyesmit puszta véletlenségből. Legfeljebb csak véletlen egybeesések hihetetlen hosszú sorozatát követően. Számításaim szerint, bár kétlem, hogy ilyen helyzetben egyáltalán kíváncsi valaki az én számításaimra, egy igen roppant bonyolult eseménysor végtelen bekövetkeztének sokkal kisebb az esélye, mint a spontán zárlatnak. Én viszont hetek, hónapok, vagy talán évek alatt apránként gondosan előkészíthettem volna a dolgot, hogy azután az első kínálkozó alkalommal egy pillanat alatt elpusztíthassam Jandert. Az előkészítés időszakában az áldozat egy pillanatra sem adta volna jelét annak, mennyire közel a katasztrófa. Gondolja csak el, ha ön sétálni indul és nem tudja, hogy szakadék felé tart, az utolsó lépést ugyanolyan magabiztosan teszi meg, mint a legelsőt. Ha egyszer sikerült eljutatnom Jandert a szakadék szélére, onnan már egyetlen szavammal a mélybe taszíthattam. Az utolsó lökést egy pillanat alatt megadhattam neki. Érti már? – Béli összeszorította az ajkát. Úgy gondolta, nem érdemes palástolni a csalódottságát. Tehát módjában állt volna megölni Jandert? Akárkinek módjában állt volna. Bárki megtehette volna, aki itt tartózkodik az aurórán, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges képességekkel. Márpedig csak is ön rendelkezik ezekkel a képességekkel. Attól tartok ez a helyzet. Akkor most vizsgáljuk meg az indítékot, dr. Fasztor. Jó. Ezen a téren van a legnagyobb esélyünk a sikerre. Ezek az emberformájú robotok az ön teremtményei. Az ön elképzelései alapján készülnek el, és ön mindvégig ott báváskodott megalkotásuk idejében. Függetlenül attól, hogy dr. Sarton felügyelte az összeszerelési munkálatokat. Ön nélkül soha jöhettek volna létre. Déniját, mint első szülöttjét emlegette. Az emberformájú robotokat önhívta életre, ők az öngyermekei, az emberiségnek szánt ajándékai, rajtuk keresztül jut el a halhatatlanságig. Béli érezte, hogy egyre emelkedettebb stílusban beszél, és egy pillanatra azt képzelte a vizsgálóbizottság előtt áll. Miért akarná megsemmisíteni a saját művét? Mi a fészkes fenéért pusztítaná el az életet, amelyet csodálatos szellemi munkával hozott létre? Fasztóf egy kicsit szórakozottan válaszolt. Ugyan, Mr. Béli, mit tud maga erről? Onnan tudhatja, hogy az elméletem csodálatos szellemi munka eredménye. Lehet, hogy csak egy egyenlet mechanikus továbbgondolása, amire bárki más képes lett volna, ha veszi a fáradtságot. Nem hiszem, hogy így van, mondta Béli, és megpróbált lehiggadni. Ha önön kívül senki más nem ismeri annyira az emberformájú robotok agyának működését, hogy képes lenne elpusztítani egy ilyen szerkezetet, akkor valószínűnek tartom, hogy létrehozni se tudta volna más, csak ön. Talán nem ért egyet az érveimmel? Fasztó fejcsóválva válaszolt. Teljesen logikusnak találom az érverését. Mindazonáltal... Béli még soha nem látta ennyire keservesnek a doktor arcát. Mindazonáltal gondos elemzése csak ront a helyzetünkön. Arra a következtetésre jutottunk, hogy egyedül nekem átmódomban elkövetni a gyilkosságot, és alkalmam is volt rá. Ráadásul indítékom is lehetett, a világ legjobb indítéka, és ezt az ellenségeim is tudják. Akkor, hogy önt idézzem, hogy a fészkes fenébe fogjuk bebizonyítani, hogy nem én vagyok a tettes. Béli arca haragos ráncokba gyűrődött. A nyomozó felpattant és sietős léptekkel megindult a szoba sarka felé, mintha a zárt térvédelmét keresné. Aztán hirtelen sarkon fordult és ráförmet vendéglátójára. – Dr. Fasztolf, úgy veszem észre, ön örömét leli az én bosszantásomban. Fasztolf vállat vont. – Nem öröm ez nekem. Én csak szépítés nélkül ön elé a helyzetet. Annak a szerencsétlen Jandernek a robot halálát a pozitronok véletlenszerű szabálytalan áramlása okozta. Tudom, hogy csak is így történhetett, hiszen nekem semmi közöm az egészhez. Csak hogy rajtam kívül senki nem lehet biztos az ártatlanságomban. Ráadásul valamennyi közvetett bizonyíték ellenem szól. Mindezt figyelembe kell vennünk, amikor meghatározzuk a tennivalóinkat, ha egyáltalán tehetünk valamit. – Akkor vizsgáljuk meg közelebbről az indítékait – javasolta Béli. – Azt, ami az ön számára perdöntő fontosságúnak tűnik, mások talán cseppet sem találják fontosnak. – Ezt kétlem. Ne nézzem bolondnak, Mr. Béli. – Egyébként is lehet, hogy tévesen ítéli meg a dolgokat, és túl nagy jelentőséget tulajdonít az állítólagos indítékainak. Az emberek néha beleesnek ebbe a hibába. Valamiért túl dramatizálja a helyzetet. – Nem hiszem akkor árulj el, milyen indítéka lehetett volna. Rajta, ki vele? Ne kapkodjunk, Mr. Béli. Nem könnyű megmagyarázni. Ki jönne velem? Béli gyorsan az ablakra sandított. Még hogy ki? Ki a külvilágba? A nap alacsonyabban volt az égen, mint az ebéd kezdetekor, ezért a fénye jobban bevilágította a szobát. Béli habozott egy kicsit, aztán a szükségesnél valamivel hangosabban felelte. Igen, kimegyek. – Nagyszerű, – elkendezett Fasztóf, majd barátságosan hozzátette. – De ha úgy gondolja, előbb talán még látogassa meg a mellék Béli elgondolkozott. Még nem érezte igazán szükségét a látogatásnak, de nem tudhatta, mi vár rá a külvilágban, milyen hosszú ideig kell majd odakint maradnia, milyen egészségügyi létesítmények állnak ott a rendelkezésére, és legfőképpen nem ismerte az aurórai etiket ide vonatkozó szabályait. A hajón megtekintett könyvfilmek sem szolgáltak-e tekintetben semmi információval. Talán az a legbiztosabb, ha elfogadja vendéglátója javaslatát. Köszönöm, felelte. Élek a lehetőséggel. Fasztorf bólintott. Daniel kísért ki Mr. Bélit a látogatóknak fenntartott helyiségbe. Rendelkezett. Gyere velem, Ilaj kollégám, mondta Daniel. Amikor átértek a másik szobába, Béli megkérdezte. Sajnálom, Déniel, hogy nem vettél részt abban a beszélgetésben, amelyet dr. Fasztolfal folytattam. Nem lett volna helyén való, Iláj kollégám. A közvetlenül hozzám intézett kérdésre válaszoltam, de senki sem ajánlotta fel, hogy részt vehessek. Én felajánlottam volna, Déniel, ha nem vednékként vagyok itt, így viszont arra gondoltam jobb, ha nem kezdeményezek ilyesmit, Megértem. Ez itt a látogatók mellék helysége, Iláj kollégám. Ha nem foglalt, akkor a kezed érintésére kinyílik az ajtó. Béli nem lépett be. Gondolataiba temetkezve áldogált még egy darabig, aztán megkérdezte. Daniel, ha felajánlották volna, hogy vegyél részt a társalgásban, lett volna valami fontos mondani valód? Helyén valónak tartottál volna megjegyezni valamit? Érdekel a véleményed, barátom. Déniel szokott komoly hangján felett. Egyetlen egyszer szóltam volna közben, elmondtam volna, hogy váratlanul ért dr. Fasztófnak az a mondata, miszerint kiváló indítéka volt arra, hogy kivonja Jandert a működésből. Nem tudom, mire gondolt. Bármi lett légyen is az indítéka, megkérdezhetné tőle, rám miért nem vonatkozik ugyanaz. Ha valaki azt hiszi, hogy dr. Fasztolfnak volt oka előidézni Jander agyában a mentális zárlatot, miből gondolja, hogy én kivétel vagyok? Kíváncsi lennék a válaszra. Béli szokásos szúrós pillantásával tanulmányozni kezdte a robot arcát, bár jól tudta, hogy hiába keres árulkodó jeleket. Úgy érzed, Daniel, hogy nem vagy biztonságban? Úgy érzed, Fasztolf veszélyt jelentett a számodra? A harmadik törvény értelmében köteles vagyok megvédelmezni a saját létemet, de nem ellenkezhetem sem dr. Fasztolfal, sem mással, ha az illetőnek az a jól átgondolt véleménye, hogy szükség van a működésem beszüntetésére. Ezt mondja ki ugyanis a második törvény. Ugyanakkor tudom, hogy nagy értéket képviselek nem csak anyagi értelemben, hanem tudományos szempontból is. Ezért a tettesnek igen alaposan el kellene magyaráznia nekem az indokait, mielőtt megpróbálna végezni velem. Dr. Fasztov soha, ismétlem Iláj kollégám, soha egy szóval sem beszélt előttem ilyesmiről. Nem hiszem, hogy titokban szándékában állna engem elpusztítani, vagy hogy valaha is felmerült volna bennem Jander elpusztításának a gondolata. Janderrel egy véletlenszerű pozitron áramlási rendellenesség végzett, és egy napon talán nekem is ez lesz a sorsom. A világ mindenségben mindig történnek véletlenek. Csak úgy, mint Fasztolf, te is ezt mondod, és én el is hiszem, de az emberek nagy többsége nehezen fogja elfogadni ezt a feltételezést. Béli bosszusan a mellékhelység ajtaja felé fordult, és megkérdezte Dénieltől. Te szintén bejössz velem? Déniel arcán mesterkél jelent meg. <laughs> Nagyon ízelgő, hogy ennyire emberinek tartasz, Iláj kollégám. de nekem természetesen nincs szükségem arra, hogy igénybe vegyem a bizalmast. E hát persze, hogy nincs szükséged rá, de attól még bejöhetsz. Nem lenne helyes, ha belépnék. A robotok nem szoktak bemenni a bizalmasba. Egy ilyen helység belső berendezése kizárólag emberi célokat szolgál. Ez itt egyébként is csak egy egyszemélyes. Egyszemélyes. Béli egy pillanatra meghökkent, de aztán hamar felocsudott döbbenetéből. Más világ, más szokások. Nem emlékezett, hogy erről szó esett volna a könyvfilmekben. Tehát ezért mondtad, hogy az ajtó csak akkor nyílik ki, ha a helység nem foglalt. De mi történik akkor, ha éppen foglalt? Akkor magától értetődően nem nyílik ki, amennyiben kívülről érinti meg valaki – így nem zavarhatják meg a bent tartózkodót. Ha belülről érintik meg az ajtót, természetesen kinyílik és ha a bent tartózkodó látogató elájul, agyvérzést vagy szívrohamot kap, és nem tudja megérinteni az ajtót, akkor nem segíthet rajta senki? Veszély esetén többféleképpen is ki lehet nyitni az ajtót, iláj kollégám, magyarázta Déniel, aztán nyilvánvaló zavarában hozzátette. Attól tartasz, hogy sor kerülhet ilyesmire? Nem, nem, dehogy is, csak mert ők kíváncsiságból kérdeztem. Itt fogok várakozni az ajtó előtt, mondta Déniel nyugtalanul. Ha meghallom, hogy segítségért kiáltasz, azonnal intézkedem. Eh, nem hiszem, hogy szükség lesz a beavatkozásodra. Béli a kézfejével könnyedén megérintette az ajtót, az pedig azonnal kinyílt. A nyomozó várt egy pillanatig, becsapódik-e az orra előtt. Amikor látta, hogy nyitva marad, belépett. Az ajtó abban a pillanatban becsukódott a háta mögött. Kívülről a bizalmas olyan helységnek látszott, amely biztosan megfelel a célnak. Mosdó, fürdőkád, egy kis fülke, valószínűleg zuhannyal felszerelve, és egy a mennyezetnél alacsonyabb fényáteresztő ajtó, amely mögé minden bizonyal egy vécét rejtettek el. Volt még néhány szerkezet, amelynek Béli nem ismerte fel a rendeltetését, de feltételezte, hogy ugyancsak különféle bizalmas ügyek elintézésére szolgálnak. Nem sok ideje maradt a berendezés tanulmányozására, mert egy pillanat alatt minden eltűnt a szem elől, és már-már kétségei támadtak, valóban ott volt-e mindaz, amit látott, vagy mindig csak saját képzeletét vetítette maga elé. Miközben az ajtó záródott, az ablaktalan helyiség fokozatosan elsötétült. Aztán, amikor tökéletesen becsukódott az ajtó, újra világosság támadt, csak hogy a kívülről látott berendezési tárgyak közül egyetlen egy sem tért vissza. A napfénye világított. Béli, ha ezúttal hihetett érzékszerveinek, kint volt a külvilágban. Fenn az égen annak rendje és módja szerint úztak a felhők, és ettől Béli csak még hamisabbnak találta a látványt. Körös körül zöld lombok lengedeztek, ugyancsak rendkívül szabályosan. Béli már is csomót érzett a gyomrában. Így volt ez, valahányszor kilépett a külvilágba. Már pedig most nem léphetett ki. Egy ablaktalan szobába ment be. Csak valami világítási trükk lehet az egész. Közvetlenül a lába elé nézett, és lassan tett egy lépést előre. Kinyújtotta a karját. Lassan, nagyon lassan. És feszülten figyelt. Sima falat érintett a keze, Jobbra-balra tovább tapogatózva annak a tárnak a körvonalait érzékelte, amelyet kívülről mosdónak vélt. A keze segített. Már látta is a mosdókagylót halványan, egészen halványan sejlett fel előtte a nagy fényözönben. A csapot is megtalálta, de nem sikerült vizet fakasztania. Végig tapogatta a hajlított csövet, de semmit sem talált, ami hasonlított volna a víz folyását szabályozó tárcsához vagy nyomógombokhoz. Talált viszont egy hosszúkás kallantyút, amelynek felülete valamivel durvább volt, mint a környező fal. Miközben ujjaival végig tapogatta, próbakép finoman meg is nyomta a kart, és erre a fal síkja mögött lengedező zöld lombok közül vízsugár tört elő, és hangos csobogással ömlött a magasból a lába elé. Bélit elfogta a pánik. Automatikusan hátraugrott, de a vízsugár egyébként sem érte volna el a lábát. Ugyanúgy folyt tovább, mint addig, de minden cseppje a semmibe tűnt, mielőtt még eljuthatott volna a padlóig. Béli kinyújtotta a kezét. Nem igazi víz folyt a lombok közül, csak valamilyen fény illúzió. Bélinek nem lett nedves a keze, nem érzett semmit, de a szeme tovább makacskodott. Képtelen volt elfogadni a bizonyított tényt. A szeme továbbra is vizet látott. Béli addig tapogatózott egyre feljebb, míg végre csak ugyan nedves lett a keze, keskeny sugárban hideg víz folyt a csapból. Újjai megint rátaláltak a kallantyúra, és kísérletezni kezdett, hol itt, hol ott nyomkodta meg a kart. A víz hőmérséklete gyorsan változott, és Béli hamar be tudta állítani magának a kellemesen langyos hőfokot. Szappant nem talált. Vonakodva bárde de oda a kezét egy vékonyabb forrást ábrázoló fénypatak útjába, és összedörzsölte a tenyerét. Ha valóban szappanódat folyt volna a forrásból, már tetőtől talpig beszappanozhatta volna magát, így viszont csak tiszta víz érte a kezét. Aztán, mintha a szerkezet kitalálta volna a gondolatát, valószínű, persze, hogy a keze mozgását érzékelte, érezhetően szappan keveredett a vízbe, a forrás pedig, amelyet látott is, meg nem is, bugyborékolni és habzani kezdett. Béli még akkor is bizonytalan maradt. Bátortalanul hajolt a mosdó fölé, és megmosta az arcát a szappanos vízben. Érezte, hogy borostás az arca, de tudta, hogy segítség nélkül képtelen lenne borotvát keríteni. Végzett a mosdással, de Bambán a vízsugár alatt hagyta a tenyerét. Vajon miért nem csurgott tovább a szappan oldat? Nem volt szükség arra, hogy elállítsa. Valószínűleg a szerkezet érzékelte, hogy már nem mozgatja a kezét. A víz kitisztult, és Béli leöblíthette a szappant. Meglocsolta az arcát, és erre dörzsölés nélkül egy pillanat alatt leoldódott róla a szappan. Részben a rossz látási viszonyoknak, részben pedig járatlanságának köszönhetően Béli alaposan összevizezte az ingét. Törőköző, kéztörlő, behunyt szemmel hátra lépett, és előrehajtotta a fejét, hogy ne csöpögjön tovább a víz a ruhájára. A jelek szerint a hátrafelé tett lépés volt a döntő, meleg levegő árat feléje. Előbb az arcát, aztán a két kezét tartotta a forró fuvallat útjába. Amikor újra kinyitotta a szemét, nem látta már a patakot. Kezét kinyújtva próbát is tett, és megállapította, hogy a valódi víz is eltűnt. Béli gyomrában rég feloldódott a csomó, és a szorongás felháborodásba csapott át. Tudta, hogy a mellékhelységek jellege és berendezése az egyes világokon igen sokban különbözik egymástól, de úgy érezte, az auroraiak túl messze mentek ezzel a külvilág szimulációval. A földön bizalmason nemek szerint elkülönített nagy nyilvános helységeket értettek, amelyeket egyszemélyes, zárható fülkékre osztottak. A szolárián keskeny folyosókon keresztül lehetett eljutni a diszkréten az épületek oldalához bigyeztett bizalmasokhoz. Az ottaniak talán azt remélték, hogy a mellékhelység így nem számít házuk részének. A sok-sok eltérés ellenére a mellékhelység jól meghatározott fogalom volt, és senkinek sem jelenthetett problémát a berendezés működtetése. Az aurórán vajon miért van szükség erre a tökéletesen álcázott bonyolult díszletre? Miért? Minden esetre dühében szinte teljesen megfeledkezett arról, hogy neki a külvilágban tulajdonképpen félnie kellene. Elindult arra, amerre belépéskor az alacsony fényáteresztő ajtót látta. Rosszul választotta meg az irányt. Lassan tovább tapogatódzott, és közben jó néhányszor beleütközött a különféle falra szerelt berendezésekbe. Végül aztán sikerült. Belevizelt egy kis illuzórikusan mesterséges tavacskába. Térdével a láthatatlan WC csészének támaszkodott, és ebből tudta, hogy jól céloz. Azzal nyugtatta magát, hogy nem az ő hibája, ha rossz helyre állt, vagy mégsem talál pontosan a célba. Dolga végeztével arra gondolt, hogy egy újabb kézmosás erejéig megkeresi a mosdót, de aztán letette erről. Képtelen lett volna még egyszer neki kezdeni a keresgélésnek a csalóka fényvízesés mentén. Ehelyett inkább neki látott, hogy kitapogassa a bejárat helyét, de csak akkor vette észre, hogy sikerrel járt, amikor keze érintésére kinyílt az ajtó. Abban a pillanatban a bizalmasban kihunytak a fények, és Béli visszatért az igazi nappalba. Nem csak Déniel vált rá, Fastolf és Zsiszkád is ott volt. Majdnem húsz percet töltött odabent, mondta Fasztolf. Már kezdtünk aggódni önért. Béli felfortyant, melegség öntötte el a testét. Némi nehézséget okoztak az önök idétlen illúziói, felelte roppant kimértem. Fasztolf ajt felvont szemöldökkel válaszolt. Bent mindjárt az ajtó mellett van egy kapcsoló, amellyel szabályozni lehet az illúzió intenzitását. Halványabbra lehet állítani, és akkor jobban látszik mögötte a valóság. De ha úgy tetszik, teljesen eltüntetheti a külvilág képét. – Ezt nem közölték velem. Itt minden mellékhelység ilyen? – Nem, felelte Fasztolf. Bár az auróra valamennyi bizalmas helységét felszerelték illúziókeltő berendezéssel, mindegyiket más képek díszítik. Nekem például tetszenek a zöld lombok, ezért a házam mellék helységeiben ilyen kép jelenik meg, csak a részletei változnak folyamatosan. Vannak, akik az erotikus illúziókat kedvelik. Nekem más az ízlésem. Na persze azt, aki már járt bizalmasban, ne zavarják az illúziók. A helységek eléggé egy kaptafára készülnek, és az ember tudja, minek hol a helye. Olyasmi ez, mintha sötétben sétálna végig egy jól ismert szobán. De mondja csak, Mr. Béli, miért nem jött ki, hogy segítséget kérjen? Mert nem volt kedvem hozzá, felelte Béli. Bevallom, szörnyen dühítettek a képek, de nem futamodtam meg előlük. Ugyanis Déniel, aki ide vezetett, semmiféle tanácsot nem adott, és nem is figyelmeztetett. Ha csak rajta múlik, biztosan szólt volna arról, mi várható, mert sejtette, hogy a hallgatásával esetleg ártalmat okoz nekem. Ebből kikövetkeztettem, ön utasította arra, hogy ne figyelmeztesse. Ön nyilván nem viccelni akart, feltételezem tehát, hogy komoly oka volt rá. Miből gondolja? Először megkért, hogy kövessem a szabadba, miután pedig beleegyeztem, rögtön azt kérdezte, meg akarom-e látogatni a mellékhelységet. Arra jutottam, azért küldött az illuzórikus külvilágba, hogy kiderüljön, el tudom-e viselni a nyílt vagy pedig pánikba esem és megfutamodom. Ha kibírom, akkor talán a valóságban is érdemes megpróbálni. Hát kibírtam. Eláztam egy kicsit, ezt önnek köszönhetem, de hamar meg fog száradni a ruhám. Ön rendkívül logikusan gondolkodik, Mr. Béli. Elnézését kérem a módszer miatt. Sajnálom, hogy kellemetlensége származott belőle. Csak a sokkal nagyobb kellemetlenséget akartam megelőzni. Még mindig szeretne jönni velem? Nem egyszerűen szeretnék. Egyenesen ragaszkodom hozzá. Daniel és Giscard szoros védő végigvonultak a folyosón. Remélem nem zavarja, hogy a robotok is velünk tartanak, mondta Fasztov csevegő modorban. Az auróraiak ki sem teszik a lábukat a házukból robot kíséret nélkül, és én ragaszkodom ahhoz, hogy Déniel és Zsiszkárt állandóan ott legyen maga mellett. Fasztov kinyitotta az ajtót. Béli megpróbálta megvetni a lábát az arcába csapó napsütés és szél ellenében, és némán tűrte az aurórai földek különös, átható, kisé idegen szagát. Fasztov megállt mellette. Elsőnek Zsiszkárt lépett ki a külvilágba. A robot kíváncsian körülnézett. Béli úgy látta, valamennyi érzékszerve a tájat kémleli. Zsiszkár visszafordult, mire Déniel is oda mellé. Ő is hasonlóképpen derítette fel a terepet. – Hagyjuk őket magukra egy pillanatra, Mr. Béli – mondta Fasztolf. – Majd szónak, ha úgy gondolják, hogy odakint nem fenyeget minket veszély, és utánuk mehetünk. Hadd ragadjam meg ezt a lehetőséget arra, hogy még egyszer bocsánatot kérjek azért a bizalmassal kapcsolatban eljátszott aljas trükkért. Biztosíthatom, közbeléptünk volna, ha komoly baj van. Műszerekkel figyeltük életfontosságú szervei működését. Örülök, hogy átlátott a szitát, bár hogy őszinte legyek, nem nagyon lepett meg a dolog. Elmosolyodott és barátságosan megszorongatta béli vállát. Alig észrevehető bizonytalanság volt a mozdulatában. Béli mereven fogadta a gesztust. Úgy látszik megfeledkezett előző komis trükkjéről, arról, hogy úgy tett, mintha meg akarna támadni a fűszertartóval. Ha megígéri, hogy ezentúl őszintén és becsületesen bánik velem, úgy tekintem, hogy csak a nemes cél érdekében folyamodott cselhez. Áll az alkú. Biztonságos lenne most kimenni? Béli kinézett. Zsizkárd és Daniel távolabb ment. Egyikük jobbra, másikuk balra, s és összes többi érzékszervükkel tovább figyelték a tájat. Még nem egészen, körbe fogják járni az egész birtokot. Egyébként Déniel elmondta, hogy ön be akarta őt hívni a bizalmasba. Komolyan gondolta? Igen, tudtam, hogy neki nem lehet rá szüksége, de úgy éreztem, udvariatlanság lenne a részemről, ha ki akarnám rekeszteni. Nem ismerem az ide vonatkozó aurórai illemszabályokat, bár elég sok ismerett terjesztő anyagot olvastam. Azt hiszem, az auróraiak szükségtelennek tartják, hogy említést tegyenek erről, és persze a könyvektől sem várhatja el, hogy felkészítsék a földről érkező látogatót az ilyesféle. Azért, mert olyan kevés föld jön ide látogatóba? Pontosan. A lényeg az, hogy robotok sohasem teszik be a lábukat a bizalmasba. A bizalmas az egyetlen olyan hely, ahol az emberi lények megszabadulhatnak tőlük. Azt hiszem, mindenki szükségét érzi annak, hogy időnként szabad legyen. Ezt a célt is szolgálják a mellékhelységek. Pedig Daniel ragaszkodott ahhoz, hogy beléphessen a nyilvános vécébe, amikor három évvel ezelőtt szárton halála miatt a földön járt. Akkor hiába hangoztattam, hogy nincs rá szüksége. Daniel helyesen cselekedett ugyanis akkor szigorú utasítást kapott, hogy úgy viselkedjen, mint egy ember. Az okokra, gondolom, ön is emlékszik még. Itt az aurórán viszont... A, már jönnek is. A két robot az ajtó felé közeledett, és Déniel integetve hívta őket. Fasztov kinyújtott karjával elzárta Béli útját. Ha nem haragszik, Mr. Béli, én megyek ki elsőként. Számoljon lassan százig, aztán jöjjön utánunk. Béli százig számolt, aztán egy nagy elhatározással kilépett a szabadba, és elindult fasztól felé. Talán túlzottan is ismerebb volt az arc kifejezése, túlságosan összeszorította az ajkát, és túlságosan kihúzta magát. Körülnézett. A táj nem sokban különbözött attól, amelynek képét a bizalmasban eléje vetítették. Fasztolf talán a saját birtokáról mintázta az illúziót. Mindenfelé lombok zöldeltek, egy helyütt pedig Patak csordogált a domboldalon. Lehet, hogy mesterséges patak volt, de legalább a valóságban létezett. Igazi víz folyt benne, a partján apró vízcseppek permeteztek Bélire. A földi külvilághoz képest valahogy szelídnek, békésnek tűnt ez a táj. Béli vadabbnak és háborítatlanságában gyönyörűbbnek találta az általa ismert földi vidékeket, bár csak igen kis szabad területet járt be a szülő bolygóján. Fasztolf vidáman megérintette Béli felső karját. – Erre jöjjön, oda nézzen! – mondta, és egy pázsitos területre mutatott. Két fa között jól látszott a zöld gyep. Béli most először érzékelte a távolságot. A látóhatáron egy település körvonalait fedezte fel. Az alacsony épületek széltében terjeszkedő város sejtettek, és minden olyan zöld volt, hogy csak nem beleveszett a tájba. – Az ott egy kertváros magyarázta a doktor. Talán nem is gondolná, hiszen a hatalmas földi méhkashoz szokott, pedig Eosz városban vagyunk. Ez a bolygó közigazgatási központja. Húszezer emberi lény rakja. Ez az auróra és egyben az összes külső világ legnagyobb települése. Eosznak annyi lakosa van, mint Szoláriának, dicsekedett Fasztolf. És hány robotjuk van, doktor Fasztolf? érdeklődött Béli. Ebben a körzetben? Talán százezer. Az egész bolygó átlagában ötven robot jut egy emberi lényre, nem pedig tízezer, mint a szolárián. A mi robotjaink többsége a farmokon, a bányákban, a gyárakban és az űrben dolgozik. Ha hiány szenvedünk valamiben, akkor az főként a házi szolgálatra alkalmas robotok. Az auróraiak nagy részének be kell érnie két vagy három ilyen gép szolgával, némelyeknek pedig csak egy van. De nem változtatunk a rendszeren, mert nem akarunk szoláriai viszonyokat. Hány olyan ember él itt, aki egyetlen egy háztartási robotot sem alkalmaz? Egy sem. Ha lenne, az sérteni a közérdeket. Ezért, ha valakinek bármely oknál fogva nem telik robotra, ingyen kap egyet, és szükség esetén a robot fenntartási költségeit is közpénzből fedezik. És a népesség gyarapodásával a robotok száma is növekszik? Fasztóf ingatta a fejét. Nem gyarapodik a népesség. Az aurórán 200 millió ember él, és ez a szám 300 éve nem változott. Ennyi az ideális. Erről bizonyára olvasott a könyvfilmekben. Csak ugyan olvastam, ismerte el Béli, de az igazat megvalva eléggé hihetetlennek találtam. Pedig biztosíthatom, igazat írnak. Így mindannyiunknak elegendő beépített és beépítetlen terület jut, nem zavarjuk egymást, és a világunk erőforrásai bőségesen ellátnak minket energiával. Nem vagyunk olyan sokan, mint a földlakók, de olyan kevesen sem, mint a szoláriaiak. Fasztov péli felé nyújtotta a karját, ezzel indítványozta, hogy sétáljanak tovább. Ön itt egy megszelidített világot lát. Azért hívtam ki ide, Mr. Béli, hogy megmutassam, hogyan élünk. Nem veszélyes ez a világ? Valamilyen veszély mindig leselkedik az emberre. Előfordulnak viharok, sziklaomlások, földrengések, hóviharok, lavinák, van egy-két vulkánunk. Sohasem fogjuk tudni megakadályozni a véletlen haláleseteket. Ráadásul számolnunk kell a hirtelen felindulásból és irítségből elkövetett bűntényekkel, az éretlen kamaszok ostobaságaival és a rövidlátó felnőttek őrültségeivel. Ezek persze csak kis számban fordulnak elő, és nem igazán zavarják a világunk nyugalmát. Mint a Fasztolf eltöprengett volna saját szavainak jelentésén. Rövid hallgatás után felsóhajtott, majd folytattak. Nem mondom, hogy változtatni akarnék a dolgok rendjén, de vannak bizonyos elvi kifogásai. Csak azokat az állatokat és növényeket hoztuk ide az aurórára, amelyek hasznosak vagy esztétikusak. Esetleg mindkét szempontból egyaránt megfelelőek. Igyekeztünk kiküszöbölni, hogy gyomnövények, élősdiek vagy olyan élőlények is ide kerüljenek, amelyek nem felelnek meg a szigorú előírásainknak. Csak az általunk erősnek, egészségesnek és vonzónak talált embereket válogattuk magunk közé. Megpróbáltuk, de ő megmosolyog engem, Mr. Béli. Pedig Béli nem mosolygott, csak idegességében megrándult a szája. Nem, nem, tiltakozott, semmi okom a derültségre. Mindketten tudjuk, hogy például az én külsőm aurórai viszonylatban nem számít vonzónak. A baj az, hogy nem tudjuk szabályozni a gémkombinációkat kombinációkat és a magzatkorban elszenvedett hatásokat. Persze manapság, amikor egyre inkább tért hódít az ektogenezis, bár remélem etéren sem érünk majd a szoláriaiak nyomába, az e féle hibákat a késő magzati korban felismerik, és a magamfajtákat nem engedik a világra jönni. De ha az ön esetében is így történt volna, akkor a külső világok ma szegényebbek lennének egy kiváló robotelméleti szakemberrel. Teljesen helytálló az érvelése, felelte Fasztolf, látszólag anélkül, hogy zavarba jött volna. Csak hogy akkor nem is sejthették, mit veszítettek. Minden esetre kidolgoztunk egy rendkívül egyszerű, könnyen kezelhető módszert az ökológiai egyensúly fenntartására, amelyel szabályozni tudjuk az éghajlatot, a talaj termékenységét és az erőforrások egyenletes elosztását. Az eredmény egy olyan világ, amely megad nekünk mindent, amire szükségünk van, sőt, akár úgy is fogalmazhatnék, hogy odafigyel az igényeinkre. Elmondjam, milyen az ideális világ, amelyet létre akarunk hozni? Kíváncsi lennék rá, mondta Béli. Olyan bolygót szeretnénk létrehozni, amelyen érvényesül a robotika három törvénye. Az embereknek semmiképp sem esett bántódásuk, ezen kívül pedig az történik az aurórán, amit mi akarunk. A bolygó megvédi magát, kivéve akkor, amikor a mi érdekeinket, illetve a mi védelmünket szolgálja. Olyankor viszont saját magát is képes feláldozni. Ezek a törvények sem a földön, sem pedig a külső világokon nem érvényesülnek ilyen mértékben. Béli szomorúan válaszolt. Mi a földlakók is ilyesmire vágyunk, de ma már nem sokat tehetünk. Rég kinőttük a földet, és annak idején túl nagy károkat okoztunk a bolygónknak. De mihez kezdtek az auróra őshonos élőlényeivel? Nyilván voltak itt ilyenek a gyarmatosítás kezdetén. Ha olvasta a történelmünkről szóló könyvfilmeket, tudhatja, hogy az auróra nitrogén-oxigén összetételű légkörében már az ember érkezése előtt éltek növények és állatok. Felelte Fasztov. Így volt ez mind az ötven külső világ esetében. Érdekes módon az életformák nem voltak túl változatosak, és viszonylag kis számban fordultak elő. Egyik sem tanúsított komoly ellenállást. Úgy szólván harc nélkül vettük át a helyüket. Mindazt, amit az őshonos élővilágból megmaradt, megtekintheti az akváriumainkban, állatkertjeinkben és néhány lelkiismeretesen gondozott rezervátumunkban. Nem is nagyon értjük, miért olyan sebezhető az emberek által meglátogatott lakható bolygók élővilága, miért csak a földön található annyi jól alkalmazkodó életforma, és miért csak a Földön fejlődtek ki értelmes lények? Talán csak a véletlen műve, talán túl kicsi még az ismert bolygók száma vélekedett Béli. Elismerem, ez a legvalószínűbb magyarázat mondta Fasztor. Talán létezik valahol a földihez hasonló ökológiai egyensúly, értelmes élet és technikai civilizáció. Csak hogy a földi élet és intelligencia mindenfelé sok-sok pár szeg távolságban terjedt el. Ha máshol is van értelmes élet, akkor az miért nem terjed ki más bolygókra is? Miért nem találkozhatunk velük? Nem tudhatjuk, nem következik ebben már holnap egy ilyen találkozás? Az igaz. Ha viszont küszöbön áll a találkozás, az egyel több ok arra, hogy ne tétlenkedjünk. Mert egyre passzívabbak vagyunk, Mr. Béli, Két és fél évszázada egyetlen új külső világot sem népesítettünk be. Annyira megszelídítettük már a bolygóinkat, és annyira jól érezzük magunkat rajtuk, hogy nem kívánkozunk az ismeretlenbe. Mint tudja, eredetileg azért jöttünk ide, mert már annyi kellemetlenséggel járt a földi élet, hogy az emberiség inkább vállalta az új, lakatlan világok benépesítésével járó veszélyeket. Mire aztán otthonossá tettük az ötven külső világot, utolsóként a szoláriát, már semmi sem kényszerített, semmi sem ösztökélt a további terjeszkedésre. És a földlakók is visszahúzódtak a felszín alatti acél barlangjaiba. Ez pedig már a vég. Ezt azért nem gondolja komolyan. De igen. Ha minden így megy tovább, ha ennyire kényelmesek, lusták és tohonyák maradunk, akkor tényleg itt a vég. Ha az emberiség nem akar visszafejlődni, akkor így vagy úgy, de terjeszkednie kell. A terjeszkedés pedig új világok felfedezését jelenti. Ha nem sikerül tovább lépnünk, akkor megteszi ezt helyettünk egy másik civilizáció, amelynek a dinamizmusával képtelenek leszünk versenyekelni. Vagyis űrháborúra számít? Valóság lesz a hipervíziós harci játékokból? Nem, szerintem nem lesz szükség háborúra egy űrbeli terjeszkedésre képes civilizációnak nem kell a mi néhány világunk, és valószínűleg az intellektuális fejlettségi szintjük sem engedné meg, hogy erőszakkal hegemóniára törjenek. De egy erőteljesebb, életképesek civilizáció szomszédságában egyszerűen eltűnnénk. Belehalnánk abba, hogy látjuk, hogy mi lehetett volna belőlünk, ha nem fecsédeljük el az erőnket. Persze másfajta, például tudományos vagy kulturális terjeszkedés is lehetséges, de attól tartok, az egyes települések fejlesztése elválaszthatatlan egymástól. Ha az egyikben visszaesünk, valamennyiben visszalépünk. Márpedig éppen ez a helyzet: túl hosszú az életünk, túlságosan elkényelmesedünk. Mi földiek, felelte Béli, az űrlakókat önbizalommal teli, mindenre képes embereknek tartjuk. El sem tudom hinni, hogy egy űrlakó szájából hallom ezeket a szavakat. Én vagyok az egyetlen űrlakó, akitől hallhatja. Nem divatosak ezek a nézetek. A többiek nem tűrik meg a véleményemet. Ezért auróraiak társaságában ritkán beszélek erről a témáról. Inkább csak buzdítom őket a további terjeszkedésre, és nem teszem hozzá, mennyire félek azoktól a katasztrófáktól, melyek a gyarmatosítás befejezése esetén várható. És legalább e tekintetben nyert ügyem van. Az auróraiak újra komolyan, mondhatni lelkesen gondolnak a felfedezések és a gyarmatosítás folytatására. Az önhangjából viszont nem érzem ki a lelkesedést, mondta Béli. Mi a baj? Csak az, hogy ez újabb okot szolgáltathatott nekem Jander Panel meggyilkolására. Fasztóf elhallgatott, megrázta a fejét és folytatta. Bár csak jobban megérteném az emberi lényeket, Mr. Béli. Hat évtizede tanulmányozom a pozitron agyak finom szerkezetét, és remélem még 15-20 évig folytathatom a munkát. Csak hogy mindezen idő alatt vajmi keveset foglalkoztam az emberi aggyal, amelynek sokkal tabonyolultabb a felépítése. Ha léteznek robotika törvények, már pedig léteznek, akkor szükségképpen a humanikának, az emberi gondolkodás tudományának is vannak törvényei. Vajon hány van belőlük, és hogyan írhatók le matematikailag? Erre sajnos nem tudok választ adni. Egy napon talán kidolgozza majd valaki a humanika törvényét, és akkor nagy vonalakban kibontakozik előttünk a jövő, és sejtések helyett megtudhatjuk, mi vár ránk. Találgatások helyett megtudhatjuk, hogyan tehetjük jobbá a dolgainkat. Arról álmodozom, hogy létrejön egy matematikai tudomány, amelyet én, pszichohistóriának neveznék, de azt is tudom, hogy jó magam képtelen lennék a létrehozására, és attól tartok, senki sem lesz képes rá. Elhallgatott. Béli várt egy kicsit, aztán halkan megkérdezte. Milyen okot szolgáltathatott önnek Jander Pannel meggyilkolására? Fasztov, mintha meg sem hallotta volna a kérdést, egészen más hangon folytatta. Déniel és Giscard megint azt jelzik, hogy tiszta a levegő, Mr. Béli, van kedve tovább sétálni? Hová? kérdezte Béli óvatosan. Az egyik szomszédos birtok felé. Át sétálunk azon a füves részem. Zavarja a nyílt terep? Béli összeszorította az ajkát és a jelzett irányba mutatott, mintha így próbálná felmérni a várható hatást. Azt hiszem el tudom viselni. Úgy érzem, nem lesz baj. Zsiszkár elég közel volt ahhoz, hogy meghallja Béli válaszát. Most még közelebb jött. A természetes fényben nem világított a szeme. A hangja nem fejezett ki emberi érzelmeket, de szavai aggodalomról árulkodtak. Uram, hadd emlékeztessem arra, hogy az űrutazás végén leszálláskor komoly kellemetlenségei voltak. Billy a robot felé fordult. Déniel iránt egészen más érzésekkel viseltetett. Zsiszkárdal kapcsolatban nem voltak olyan kellemes múltbéli emlékei, amelyek elfogultát tehették volna. Zsiszkár egyébként is primitívebb szerkezet volt, mint Déniel, és Béli kifejezetten visszataszítónak találta. Erőnek erejével leküzdötte haragját, és így válaszolt. A hajón túlzott kíváncsiságomnak köszönhettem, hogy óvatlan voltam, fiam. Olyan látvány árult a szemem elé, amilyenhez fogható sose láttam még, és nem volt időm alkalmazkodni. Most más a helyzet. Most kényelmetlenül érzi magát, uram? Megtudhatom, mit érez? Nem számít, hogy mit érzek, felelte Béli határozottan, és emlékeztette magát arra, hogy a robot nem vonhatja ki magát az első törvény alól. Az az egyetlen dolog, hogy szavatolja az ő biztonságát, és neki udvariasan kellene szólnia ehhez a rakás fémhez. Kötelességem eleget tenni a megbizatásomnak, az pedig csak akkor lehetséges, ha nem bujkálok állandóan fedett helységekben. Kötelessége? kérdezte Zsiszkár, mintha nem érteni a szó jelentését. Béli falsztof felé pillantott, de a doktor szótlanul állt a helyén, és látszott rajta, hogy nem áll szándékában közbeavatkozni. Mintha pusztán csak elméleti szempontból érdekelte volna, hogyan reagál a robot az új helyzetre. Matematikai fogalmak, hozzárendelések, változók, állandók és differenciál egyenletek kavaroghattak a fejében, amelyeket rajta kívül nem ért senki. Legalábbis Béli így gondolta. Bosszantotta, hogy csak működő alanya egy ilyen tudományos megfigyelésnek. – Tudod, mit jelent az, hogy kötelesség? – kérdezte a robottól, és maga is észrevette, hogy talán egy kicsit ingerült a hangja. – Kötelesség az, amit meg kell tenni, uram – felelte Zsiszkárt. – Neked az a kötelességed, hogy engedelmeskedj a robotika törvényeinek. Az emberi lényeknek is megvannak a maguk törvényei, amelyeknek engedelmeskedniük kell. Dr. Fásztóf, a gazdád éppen most fejtettek ezt ki. Nekem azt kell tennem, amire megbízást kaptam. Fontos, hogy ezt tegyem. De ön kimegy a szabadba, amikor pedig nincs is. Akkor is meg kell tennem. Lehet, hogy a fiam egy napon elutazik egy másik bolygóra, amelyik sokkal kényelmetlenebb, mint ez, és egész hátralévő életét a szabadban fogja tölteni. Ha tehetem, én is vele tartok. De miért? Mondtam már, azért, mert úgy érzem, hogy ez a kötelessége. Uram, én nem tudok ellenszegülni a robotika törvényeinek. Ön tud véteni az előírásokkal szemben? Mert nekem arra kell biztatnom, hogy megtehetném, hogy nem végzem el a kötelességemet, de én a kötelességet választom, és az önkéntes elhatározás ereje néha túl tesz minden törvényen. Egy pillanatig valamennyien hallgattak, majd Zsiszkád megszólalt. Ártalmat okoznék önnek, ha sikerülne rábeszélnem arra, hogy ne menjen ki a nyílt terepre? Annyiban igen, amennyiben azt érezném, hogy nem tudom teljesíteni a kötelességemet. És ez rosszabb lenne önnek, mint a nyílt terepen elszenvedett kellemetlenségek? Sokkal rosszabb. Köszönöm, hogy megmagyarázta, uram, mondta Zsizkárd, és Béli úgy látta, elégedettség jelent meg kifejezéstelen robot arcán. Béli megint csak képtelen volt úgy gondolni a robotra, mint egy gépre. Jiskard hátra lépett, és dr. Fasztolf vette át a szót. Ez érdekes eszmefuttatás volt, Mr. Béli. Zsizkárnak külön magyarázatra volt szüksége ahhoz, hogy teljesen megértse a törvények jelentését, illetve azt, hogyan kell viselkedni ebben a helyzetben. Most már tudja, mi a dolga. Érdekes, hogy Déniel nem kérdezett semmit. Jegyezte meg Béli. Déniel ismeri önt, felelte Fasztolf, hiszen a földön és a szolárián is találkoztak már. De jöjjön, sétáljunk tovább, csak ne siessünk. Jól figyelje meg, merre járunk, és kérem szóljon, ha bármikor úgy érzi, hogy szeretne megpihenni, megállni vagy visszafordulni. Szólok, ha így lesz, de milyen cél szolgál ez a gyalogtúra? Ha előre is bocsátja, hogy kellemetlenségeim lehetnek, nyilván nem hívottok nélkül, – Persze, hogy nem – mondta Fasztov. – Gondolom, szeretné megnézni Jander tehetetlen testét. – Ez kötelező formaság, de nem hiszem, hogy túl sokat elárulna. – Efelől én is biztos vagyok. De talán lehetősége nyílik kihallgatni azt az embert, aki a tragédia bekövetkeztekor ideiglenesen Jander gazdája volt. Nyilván rajtam kívül más ember véleményére is kíváncsi az ügyben. Fasztolf lassan lépkedett előre. Egyszer csak leszakított egy levelet az egyik közeli bokorról, félbehajtotta és rákcsálni kezdte. Béli hitetlen kedve nézett rá, és elgondolkodott azon, hogyan lehetséges, hogy egy űrlakó a szájába vesz egy nyers, forralatlan, sőt mosatlan valamit, amikor az auróraiak annyira rettegnek a fertőzésektől. Aztán eszébe jutott, hogy a bolygón nem található fertőző mikroorganizmus, vagy egyáltalán nincsenek is ilyenek, Mindazonáltal visszataszítónak találta a jelenetet. Magában azzal védekezett, hogy az undornak nincs feltétlenül racionális alapja, aztán egyszer csak azon kapta magát, hogy már-már védelmébe veszi az űrlakók, földlakókkal szemben tanúsított viselkedését. Még szerencse, hogy idejében észbe kapott. Nem szabad kapcsolatba hozni a két dolgot. Elvégre a földlakók mégiscsak emberek. Közben a robotok tovább haladtak előre. Zsiszkár ment elő, Déniel mögötte a balján. Az auróra narancsszínű napja, bérének most már jóformán nem is tűnt fel a szokatlan narancsos árnyalat, finoman, simogatóan melegített. Nem olyan lázasan, mint nyáron a föld napja, bár Béli nem tudta, milyen éghajlati viszonyok uralkodnak az aurórának ezen a táján. A fű, vagy az a fűre emlékeztető valami, némileg merevebb és rugalmasabb volt, mint földi megfelelője, a talaj pedig kemény és száraz, mintha régóta nem látott volna esőt. A legközelebbi ház felé tartottak, és Béli feltételezte, hogy ott hakhat Jander volt gazdája. Béli úgy hallotta, tőle jobbra valamilyen állat a fűben, Mögöttem madár csiripel egy fán, és körös körül mindenféle rovarok zümmögnek. Ezeknek az állatoknak az ősei mind-mind a földről származnak, gondolta. Fogalmunk sincs arról, hogy a világ nem csak jelenlegi lakóhelyükből áll, mert számukra csak ez létezik, az idők kezdete óta. Valamikor régen ezeknek a fáknak és növényeknek is a föld volt az otthonuk. Ennek a világnak a lakói közül egyedül az emberek tudhatják, hogy nem őshonosak az aurórán, hanem a föld földlakóktól származnak. A kérdés csak az, vajon valóban tudatosult-e ez bennük, vagy inkább megpróbálnak nem gondolni rá. Talán eljön az az idő, amikor már nekik sem jutnak eszükbe az őseik. Amikor nem emlékeznek már, melyik világról is származnak, sőt, teljesen elfelejtik, hogy létezett egy másik, egy ősibb világ. Dr. Fasztorf, szólalt meg Béli, részben azért, hogy elhesegesse egyre nyomasztóbb gondolatait. Még mindig nem mondta el, milyen indítéka lehetett volna Jander elpusztítására. Valóban nem mondta el, Mit gondol, Mr. Béli, miért veszüttem annyit azzal, hogy kidolgozzam azt az elméletet, amelynek alapján megépíthettük az emberformájú robotok pozitron agyát? Nem tudom. Gondolkodjon csak egy kicsit. A feladat olyan robot agy tervezése, amely maximálisan hasonlít az emberi agyra, és ez a feladat bizonyos szempontból költői képességeket is feltételez. Fasztov elhallgatott, és halvány mosolya széles vigyorrá torzult. Tudja, egyik másik munkatársa mindig megbotránkozik azon a kijelentésemen, hogy nem lehet tudományosan igaz az a következtetés, amely nélkülözi a finom költőiséget. Azt állítják, nem értik, amit mondok. – Attól tartok, én sem értem – vallotta be Béli. – Én viszont igen. Megmagyarázni nem tudom ugyan, de érzem a lényegét, és talán éppen ezért tudtam elérni olyan eredményeket, amilyenekkel a kollégám nem dicsekedhettek. – de úgy veszem észre, kezdek nagyzolni, és ez arra int, hogy visszatérjek a prózai stílushoz. Az emberi agy működéséről jóformán semmit sem tudok. Ezért, ha le akarom utánozni a szerkezetét, ehhez bizonyos intuícióra van szükségem, ami szerintem a költészet kategóriájába tartozik. Az emberformájú robotok pozitron agyának megtervezésében, tehát a megérzéseim segítettek, és ezeknek köszönhetően új ismereteket szereztem a mintáról, az emberi agyról is. Én hittem abban, hogy tudományos tevékenységem legalább egy lépéssel közelebb visz ahhoz a bizonyos pszichohistóriához. Értem. Ha tehát elméletben sikerül kidolgoznom egy emberi jellegű pozitron agyat, akkor egy olyan emberszerű testre is szükségem van, amelybe elhelyezhetem a művet. Érti, ugye? Az ember jellegű agy csak az ember formájú testtel együtt tér valamit, máskülönben bizonyos szempontból maga is elveszti emberi jellegét. Biztos ebben? Tökéletesen. Elég, ha összehasonlítja Dénielt és zsizkárdot. Tehát Dénielt kísérletképpen hozták létre, hogy általa jobban megértsék az emberi agy működését? Így van. Két évtizeden át dolgoztam rajta Szártonnal. Számtalan hibás példánt meg kellett semmisítenünk. Déniel volt az első igazán sikeres humanoid robot, így természetesen megtartottam őt részben a további tanulmányozás céljából, részben pedig azért... Fasztól féloldalas mosolya elárulta, hogy tudatában van a saját butaságának, mert érzelmileg is kötöttem hozzá. Végül is Déniel megérti az emberi kötelesség fogalmát, míg Zsiszkárt minden jó tulajdonsága ellenére képtelen erre. Ezt ön is tapasztalhatta. És Déniel első komoly feladata a három évvel ezelőtti földi küldetése volt? Igen, az volt az első fontos megbizatás. Amikor Szártont megölték, szükségünk volt egy olyan robotra, amely egyfelől ellen tud állni a földi fertőzéseknek, Másfelől eléggé emberi ahhoz, hogy ne ütközzön bele a robotellenes földlakók negatív előítéleteibe. Különös véletlen, hogy Déniel éppen kéznél volt akkor, amikor szükség volt rá? Ön hisz a véletlenekbe? Én úgy érzem, valahányszor megszületik egy forradalmian új találmány, mindjárt adódik hozzá egy fontos feladat is. Az emberformájú robot esetében sem történt másképp. Valószínűleg akkor is meg kellett oldani hasonló feladatokat, amikor Déniel még nem létezett. De éppen azért, mert nem létezett, az emberek kénytelenek voltak más eszközöket és más megoldásokat alkalmazni. – És hasznosnak bizonyultak az erőfeszítései, dr. Fasztov? – Most már jobban érti az emberi agy működését? Fasztov egyre lassabban lépkedett, és Béli az ő mozgásához igazította a tempót. Végül megálltak, félúton a két birtok között. Béli számára ez volt a legkritikusabb pont, mert ekkor volt a legtávolabb, a védelmet nyújtó zárt tértől, de a nyomozó erőt vett magán és legyőzte rossz közérzetét. Egyébként is eltökélte, hogy nem fogja felhívni magára Zsizkárt figyelmét. Nem akarta, hogy egy szava vagy mozdulata alkalmat adjon a robotnak a jó szándékú kellemetlenkedésre. Nem akarta, hogy Zsizkárt felnyallábólja és biztonságos helyre szállítsa. Fasztov semmi jelét nem adta annak, hogy átérezné Béli nagyon nehéz helyzetét. Nem lehet kétséges, hogy a mentológia tudománya jelentős fejlődésen ment keresztül, mondta. Igaz, hogy vannak még súlyos, megoldatlan problémák, talán meg is maradnak mindörökre. De tagadhatatlan, hogy történt előrelépés. Csak éppen... Csak éppen... Csak éppen az lett a vége, hogy az auróraiak nem érték be az emberi agy pusztán elméleti tanulmányozásával. Olyan célokra is felhasználták az emberformájú robotokat, amely célokkal én nem értek egyet. Mint például a földi bevetés? Nem, az csak egy rövid kísérlet volt, amelyet egyáltalában nem elleneztem. Sőt, kifejezetten helyeseltem. Hogy bolondot tudott te csinálni Déniel a földlakókból? Mint kiderült, igen. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a föld lakók nem igen értenek a robotikához. Az auróraiak felismerik Dénielben a robotot, bár merem állítani, hogy a jövő továbbfejlesztett humanoid robotjai őket is meg tudják majd téveszteni. Tehát Déniel földi küldetésével semmi bajom. De más feladatokat is adtak neki. Például mit? Fasztóf elgondolkodva nézte a messzeséget. Említettem már, hogy a mi világunk megszelídített világ. Amikor elindítottam ezt az újabb felfedezéseket és gyarmatosításokat szorgalmazó mozgalmat, nem az agyon kényelmesedett auróraiaknak és általában nem az űrlakóknak szántam vezető szerepet. Inkább úgy gondoltam, a földlakókat kellene felbátorítanunk arra, hogy álljanak a mozgalom élére. Ők egy, megbocsásson, de borzalmas világban élnek. Ráadásul meglehetősen rövid ideig, és emiatt csak nagyon keveset veszíthetnek. Ezért gondoltam, hogy örülni fognak a lehetőségnek, főleg akkor, ha mi megadjuk nekik a szükséges technikai segítséget. Amikor három évvel ezelőtt találkoztunk a földön, beszéltem önnek erről. Emlékszik? Fasztó fülkésző oldal pillantást vetett Bélire. Nagyon jól emlékszem, felelte Béli egykedvűen. Mi több, ön akkor bogarat tett a fülembe, és ennek eredményeképp én is elindítottam a Földön egy kis mozgalmat, amely pontosan ilyen célokat tűzött ki maga elé. Csak ugyan. Ez esetben gondolom nem lehetett könnyű dolga. Önök, földlakók, a bezártságot kedvelik, és nem szívesen merészkednek a falaikon kívülre. De küzdünk a félelmeink ellen, doktor Fasztóf. A mozgalmunk azt tervezi, hogy kirúcanunk az űrbe. A fiam a szervezet egyik vezetője, és remélem egy napon az expedíciója élén elhagyhatja a Földet, hogy megtelepedjen egy új világon. Ha tényleg megkapjuk az ön által emlegetett technikai segítséget? Béli szándékosan nem fejezte be a mondatot. Vagyis, ha űrhajókat bocsátunk a rendelkezésükre? Igen, doktor Fasztolf, űrhajókat és más felszereléseket. Az nehézségekbe fog ütközni. Sokan vannak az aurórán olyanok, akik nem akarják, hogy a földlakók új telepeket hozzanak létre. Tartanak a földi kultúra gyors terjedésétől, a szerű szitiktől, a káosztól. Fasztov idegesen toporogni kezdett. – De miért áldogálunk itt? – tette föl a költői kérdést. – Menjünk tovább. Lassan elindult előre és folytatta. – Én próbáltam nekik bizonygatni, hogy a félelmük alaptalan. Rámutattam, hogy a gyarmatosítók nem a tipikus földlakók közül kerülnének ki. Ők nem zárkóznak szitikbe. Az új világba érkezve olyanok lennének, mint az aurórai ősatyák. Jól kezelhető ökológiai rendszert hoznának létre, és ilyen szempontból közelebb állnának az auróraiakhoz, mint a földlakókhoz. Mit gondol dr. Fasztov, vajon ők nem esnének ugyanazokba a hibákba, amelyek az űrlakó kultúrát jellemzik? Talán nem. Tanulnának a hibáinkból. De persze csak elméletben lehet igazam. Ugyanis a gyakorlatban ma már fontos szerep jut egy új tényezőnek. Mi ez az új tényező? Természetesen az emberformájú robotnak kifejlesztése. Ön is tudja, hogy egyesek éppen bennük látják a tökéletes gyarmatosítót. Szerintük csak ilyen robotok építhetnek fel új világokat. Önöknek mindig is voltak robotjaik érvelt Béli. Azt akarja mondani, hogy korábban sohasem szántak nekik ilyen szerepet? De hogy is nem. Csak hogy akkor nagyon hamar bebizonyosodott, hogy a robotok a gyakorlatban képtelenek elvégezni ezt a feladatot. A hagyományos, nem humanoid robotok közvetlen emberi felügyelet nélkül csak saját igényeik szerinti nem emberformájú világot tudnának létrehozni. Tőlük hiába is várnánk, hogy olyan világot hozzanak létre, amely megfelel a finomabb szeletű, rugalmasabban gondolkodó emberi agy, illetve az emberi test igényeinek. De az a világ, amelyet felépítenek, kezdetnek bizonyosan nem lenne rossz? Persze, hogy nem, Mr. Béli. Csak hogy nálunk a többség véleménye szerint egy tökéletlen első változat semmilyen célnak nem felelhet meg. Ez a gondolkodásmód pedig a dekadencia jele. Másrészt azok az emberformájú robotok, amelyek mind fizikailag, mind gondolkodásban maximálisan hasonlítanak az emberi lényekre, saját igényei kielégítésére törekedve olyan világot építenének, amely elkerülhetetlenül az auróraiak igényeit is kielégíteni. Tud követni, Mr. Béli? Tökéletesen. No már most, ezek a robotok annyira jól végeznék a munkájukat, hogy az új világ betelepítésekor az emberi lények az auróráról egy pontosan ugyanolyan másik aurórára csöppennének. Olyan lenne ez, mintha el sem hagyták volna az otthonukat. Az új hazában ugyanott folytatnák a dekadens életvitelt, ahol a régiben abba hagyták. Még mindig tud követni? Én értem, mire akar kiukadni. Azt akarja mondani, hogy az auróraiak nem értik, talán nem értik. De azt hiszem, sikeresen meg tudnám magyarázni nekik, ha az ellenzék nem tenné tönkre a politikai karrieremet ezzel a Janderféle gyilkossági ügyjel. Most már világos, milyen indítékom lehetett volna a gyilkosságra. Feltételezik rólam, hogy inkább megsemmisítem az emberszerű robotokat, semmint, hogy lehetővé tegyem a felhasználásukat más bolygók gyarmatosítására. Legalábbis az ellenségeim így fognak érvelni. Most Béli torpant meg. Elgondolkodva végignézett Fasztolfon. – Azt akarja mondani, doktor, hogy az ön álláspontjának a győzelme a földnek is érdeke? – És személy szerint az öné is, Mr. Béli. <laughs> – És az enyém is. <laughs> – De tőlem függetlenül a világomnak továbbra is alapvető érdeke, hogy a földlakók engedélyt, bátorítást és segítséget kapjanak a galaxis felfedezésére, hogy megőrizzünk annyit földi mi voltunkból, amennyi a jó közérzetünkhez elengedhetetlenül szükséges, hogy ne ítéljük magunkat örökös földi rabságra, mert a földön csak pusztulás vár ránk. Szerintem néhány földlakó ragaszkodni fog a rabsághoz, vélekedett Fasztolf. Persze, sőt, talán valamennyien így teszünk majd. De azért remélem, legalább néhányan, minél többen, távozni fogunk a földről, ha megkapjuk rá az engedélyt. Ezért nekem nem csak az emberiség nagy részének törvényes képviselőjeként, hanem egyszerű földi mi voltomnál fogva is kötelességem segíteni abban, hogy ön tisztára moshassa a nevét, függetlenül attól, hogy bűnöse vagy ártatlan. Én viszont csak akkor tudom teljes odaadással végezni a munkámat, ha tudom, hogy valóban alaptalanok az ön ellen felhozott vádak. Hogyne, ezt tökéletesen meg tudom érteni. Akkor most arra kérem, hogy az állítólagos indítékról elmondottak fényében újra biztosítson az ártatlanságáról. – Mr. Béli, – kezdte Fasztov, – megértem, hogy nincs más választása. Nagyon jól tudom, hogy ha bűnös lennék és most vallanék, ön a saját személyes érdekében és a világa jövője felett érzett aggodalmában segítene nekem elkendőzni ezt a tényt. Ha bűnös lennék, Ön ennek figyelembevételével nyilvánvalóan jóval hatékonyabban tudna dolgozni a megmentésemen, és persze a saját maga megmentésén is. Ezért mindenképpen kénytelenülnék bevallani az igazat. De higgyel, tényleg ártatlan vagyok. Bármennyire ellenem szól is a látszat, nem én pusztítottam el Jandert. Soha meg sem fordult a fejemben a gondolat. Soha? Fasztov szomorúan elmosolyodott. Jó, egyszer-kétszer lehet, hogy eszembe jutott, hogy az auróra jobban járt volna, ha sohasem dolgozom ki zseniális elméletemet, amely lehetővé tette az emberformájú robotok pozitron agyának kifejlesztését. Vagy ha a pozitron agyak megbízhatatlanok és hajlamosak a mentális zárlatra. De ezek csak múló gondolatok voltak. Soha egy pillanatig se gondoltam arra, hogy elpusztítom Jandert. Akkor be kell bizonyítanunk, hogy ennek az állítólagos indítéknak a feltételezése hamis. Jó, de hogyan? Ki tudjuk mutatni, hogy nem lett volna értelme megtenni. Mennyivel lett volna jobb, ha megöli Jandert? Még több humanoid robotot építettek volna. Sok-sok ezret. Több milliót. Attól tartok, téved, Mr. Béli. Egyet sem tudnának megépíteni. Egyedül én tudok ilyet tervezni, és amíg fennáll a robotgyarmatosítás veszélye, addig nem leszek hajlandó belekezdeni a következőkbe. Jandernek vége, Déniel maradt az egyetlen. Mások is rá fognak jönni a titokra. Fasztov felhúzta az állát. Szeretném én látni azt a robot szakembert, aki el tudja végezni ezt a munkát. Az ellenségeim létrehoztak egy robotikai intézetet, és éppen ezzel próbálkoznak de nem fog nekik sikerülni. Biztos, hogy eddig sem sikerült, és ezután sem fog. Béli homlokát ráncoltam. Ha egyedül önismeri az emberformájú robotok titkát, és az ellenségei mindent megtesznek, hogy megtudják, nem lehet, hogy valamilyen módon megpróbálják kiszedni magából? Dehogy is nem. Politikailag lehetetlenné tesznek. Aztán elérik, hogy büntetésből eltítsanak a munkámtól, és ezzel szakmailag is végem lenne. Mindez csak azért, mert remélik, hogy hajlandó leszek beavatni őket a titokba. Előfordulhat, hogy a törvényhozással mondatják ki az ítéletet, miszerint teljes vagyonelkobzás és börtönbüntetés terhe mellett köteles vagyok elárulni a titkot. Ki tudja, mire képesek. Én viszont szilárdan eltökéltem, hogy inkább mindent feláldozok. Igen, mindent de nem adom be a derekam. Persze, gondolom megérti, nem szeretném, ha ennyire kiéleződne a helyzet. Az ellenségei tudják, hogy ilyen elszánt? Remélem, igen. Elég világosan az értésükre adtam. Szerintem azt hiszik blöffölök, pedig komolyan beszélek. Ha viszont hisznek önnek, elképzelhető, hogy erőszakosabban fognak fellépni. Mire gondol? Ellophatják az iratait, elrabolhatják, megkínozhatják. Fasztóf hangosan felkacagott. Béli elvörösödött, és ingerülten fordult a doktorhoz. Nem akarok úgy beszélni, mint a hipervíziós drámák szereplői, de meg kell kérdeznem, számol ön ezekkel a lehetőségekkel? Mr. Béli, felelte Fasztó felnézően. Először is a robotjaim képesek megvédeni. Az ellenségeimnek komoly, többfrontos háborút kellene indítaniuk azért, hogy megszerezhessék az irataimat, vagy fogjul ejthessenek. Másodszor, még ha sikerülne is nekik a lehetetlen, egyetlen robot szakértő sem vállalná azt, hogy csak ellopni vagy kizsarolni tudta tőlem az emberformájú robotok pozitron agyának a titkát hiszen a beismeréstel örökre tönkre tenni a szakmai karrierjét. Harmadszor, az aurórán még csak hírből sem ismerik az eféle büntényeket. Ha a legcsekélyebb jel is utalna arra, hogy merényletet kísérelnek meg ellenem, akkor a törvényhozás, – És a közvélemény is azon nyomban mellém állnak. – Csak ugyan. – morogta Béli és átkozta a sorsát azért, hogy olyan kultúrkörnyezetben kell nyomoznia, amelyet egyszerűen képtelen megérteni. – Igen, a szavamat tudom, hogy így van. Bár csak megpróbálkoznának valamilyen elkeseredett melodramatikus megoldással. – Tulajdonképpen jó lenne, ha rá tudnám önt beszélni arra, hogy épüljön be közéjük, vegye rá őket, hogy támadjanak meg a birtokomon vagy egy elhagyott úton. Gondolom, ilyen büntények gyakran előfordulnak önöknél a földön. – Az említett trükk nem tartozik a módszereim közé, – mondta Béli kimértem. – Én is így gondolom, ezért meg sem próbálom rábeszélni. De higgyel, nagyon súlyos a helyzet mert ha nem sikerül rávennünk őket valamilyen öngyilkos lépésre, akkor valami számokra sokkal hatékonyabban fognak próbálkozni. Hamis vádakat koholnak ellenem. Miféle hamis vádakat? Nem csak egyetlen robot elpusztítását írják a számlámra, pedig annyi is bőven elegendő lenne. De ők azt is suttogják, szerencsére egyelőre még csak suttogják, hogy ez a haláleset csak egy sikeres kísérlet volt a részemről, és valójában egy olyan rendszeren dolgozom, amely gyorsan és hatékonyan képes igazi emberi agyak megsemmisítésére. Szerintük az a szándékom, hogy politikai szövetségeseimmel összefogva megsemmisítsem őket a saját gyártmányú emberformájú robotjaikkal együtt. Ezzel megakadályozzam az új világok gyarmatosítását, és tálcán kínáljam a galaxis földi cinkosaimnak. Ebből nyilván egy szó sem igaz. Persze, hogy nem. Mondtam már, hogy szemenszedett hazugság az egész. Ráadásul nevetséges is. Még elméletben sem lehetséges a dolog, és a robotika intézet emberei nagyon messze vannak még attól, hogy megépítsék a saját humanoid robotjaikat. Különben még ha akarnék, se tudnék részt venni egy ilyen tömeggyilkos orgiában. Egyszerűen képtelen lennék rá. Akkor viszont magától is ki fog derülni az igazság, Sajnos nem valószínű, hogy belátható időn belül kiderül. Talán ostobán hangzik, de bizonyára elég sokáig tartja magát ez a vád ahhoz, hogy ellenem hangolja a közvélemény, és éppen elegen szavazzanak ellenem a törvényhozásban. Végül persze mindenki rájön majd, hogy zagyvaság, de akkor már késő lesz. És figyelje meg, hogy a földön akarják elverni a port mindenért. Súlyos vád az, hogy én a földieknek dolgozom, és sokan csak azért fogják elhinni ezt az egész ostobaságot, mert ki nem állhatják a földet és a földlakókat. – Ön most azt állítja, hogy szándékosan a föld ellen hangolják az auróraiakat? – Pontosan erről van szó, Mr. Béli, – felelte Fasztor. – Napról napra rosszabbul áll a szénánk, az enyém és a földieké, és nagyon kevés az időnk. Nem lehetne nagyon egyszerűen megcáfolni az ellenségei érveit? kérdezte Béli, aki elkeseredésében úgy döntött előhozakodik Déniel kérdésével. Ha ön valóban csak próbaképpen akart elpusztítani egy emberi formájú robotot, miért ment el azért egy másik birtokra, amikor otthon sokkal könnyebben elvégezhette volna a kísérletet? Hiszen Déniel kéznél volt. Ha igaz lenne a híresztelés, nem inkább rajta próbálta volna ki a módszerét? Nem, nem, Válaszolta Faszolf. Nincs ember, aki ezt elhinné nekem. Dénjel volt az első sikere. Őt semmilyen körülmények között nem pusztítanám el. Természetes lenne, hogy Janert veszem célba. Ezt mindenki így látja, és hiába is kezdtem győzködni őket arról, hogy logikusabb lett volna Daniel-t feláldoznom. Már közel járt a kuti céljukhoz. Béli némán összeszorított jakkal bandukolt Faszolf mellett. Hogy érzi magát, Mr. Béli? Kérdezte a doktor. Béli halkan válaszolt. Na, úgy érti, hogy érzem magam a külvilágban, azt kell mondanom, észre sem veszem, hogy a szabad ég alatt járok. Ha viszont a dilemmánkra gondol, már csak az ultrahangos agyzúzó kamra gondolata tart vissza attól, hogy feladjam a harcot. Béli egyre hevesebben támad Fasztolfra. Miért küldött értem, doktor Fasztolf? Miért bízott meg ezzel a munkával? Mi tártotta magának, amiért így büntet? Kezdjük azzal, hogy nem is az én ötletem volt önt idehívni – hívni, felelte Fasztor. Egyébként csak az elkeseredésemet tudom felhozni mentségül. Kinek az ötlete volt? Eredetileg ennek a birtoknak a tulajdonosa sugalta, hogy ön bízzuk meg a munkával, nekem pedig nem volt jobb ötletem. Szóval ennek a birtoknak a gazdája. Hogy jutott eszébe annak a... Ne folytassa, egy hölgyről van szó akkor hogy jutott eszébe annak a hölgynek ilyesmit javasolni? Ó, Mr. Béli, el is felejtettem mondani, hogy a hölgy ismeri magát. Nézze csak, ott vár minket a ház előtt. Béli felnézett a nőre, és meglepetésében szinte elállt a szava. Szent Józafát, motyogta.